támogatása. Előterjesztő gonda Tibor, alpolgármester úr, aki jelezte, hogy nincs szóbeli kiegészítése. Megkérdezem önöket, hogy az előterjesztéshez kívánnak-e hozzászólni. Amennyiben nem kérem, akkor szavazzunk az előterjesztésről. Most szavazzanak. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a testület 24 igen, 3 nem és 7 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta. Következő napirend a Pannon Tiszk és a Cipernowski Károly Műszaki Szakközépiskola gazdálkodásának átszervezése, előterjeszte az Oktatási Bizottság elnöke, aki jelezte, hogy nincs szóbeli kiegészítése. Megkérdezem, hogy önök kívánnak az előterjesztéshez hozzászólni. Úgy látom, hogy nem. Kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésről. Most szavazzanak. Köszönöm, megállapítom, hogy a közgyűlés 35 igen szavazattal egyhangulag elfogadta az előterjesztést. Következő napirend partnerségi együttműködés kialakítása a Dél-Dunántúli Regionális Szerb Ortodox Egyházművészeti Gyűjtemény létrehozására. Előterjesztő dr. Kunc Márta, a Kulturális Bizottság elnöke, akinek nincs szóbeli kiegészítése. Megkérdezem önöket, kívánnak-e az előterjesztéshez hozzászólni? Úgy látom, hogy nem. Kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésről. Most szavazzanak. Köszönöm, megállapítom, hogy a közgyűlés 35 igen szavazattal egyhangú döntést tudott ismételten. Következő napirendi pont Pécs-Terracsin együttműködési megállapodás. Előterjesztőként szóbeli kiegészítése nincsen. Megkérdezem önöket, hogy kívánnak az előterjesztéshez hozzászólni. Nem, kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésről. Most szavazzanak. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a közgyűlés 35 igen szavazattal ismételt egyhangú döntést hozott. Következő napirendi pont a Pécs-Pogányi repülőtér futópálya hosszabbításának előkészítése, szóbeli kiegészítésem előterjesztőként nincs az előterjesztéshez. Megkérdezem önöket, hogy kívánnak-e hozzászólni. Majdék Miklós és Kővári János képviselő úr, megadom a szót Majdék Miklós úrnak. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Hát azt gondolom, hogy ez egy olyan előterjesztés, ami hosszabb időt kíván, úgyhogy lehet, hogy célszerűbb lett volna a szünetet ezelőtt megtartani. Én azt gondolom, hogy ez az előterjesztés egy felelőtlen előterjesztés. Azt gondoljuk, hogy a repülőteret használni kellene, és a repülőteret használhatóvá kéne tenni, de nem ezen a módon. Hiányoltuk az előterjesztésből azt, és a Gazdasági Bizottság ülésén se kaptunk választ arra, hogy készült-e a repülőtér működtetésével, illetve a pálya meghosszabbításával kapcsolatosan gazdaságossági tanulmány. Azt a választ kaptuk ezzel kapcsolatosan, hogy ezek a repülőterek mindenhol veszteségesek. Én azt gondolom, hogy akkor ezt a veszteséget ezt nem kell tovább hatványozni, illetve fokozni, illetve nem ilyen módon. 100 millió forintot költünk most el arra, hogy a mostani 1500 méteres kifutópályát 2000, illetve 2140 méter közöttire hosszabbítsuk meg, illetve a meglévő futópályát megerősítsük, és hát egészen érdekes módon, mert az egyszeri ember gondolkodásában ugye egy pályaszakasznak a meghosszabbítása, az azt jelenti, hogy a meglévő szakasz mögé odabigyeztünk egy következő fokozatot, de hát itt nem ez történik, hanem egy bevezető fénysor áthelyezésével a meglévő és a bevezető fényszor közötti szakaszhoz lenne a futópálya odaépítve.
azzal a gondolatsorral, hogyha a későbbiekben netán ez a pálya is rövid lenne, amire ugye van esély, akkor ezt a pályát sem lehet tovább hosszabbítani, csak úgy ugyanezzel a módszerrel, hogy ezt a bevezető fénysort ismételten fölbontjuk, megint hátra tesszük, és megint meghosszabbítjuk a futópályát. Olyan apróságok nem történtek meg ezzel az előterjesztéssel kapcsolatosan, hogy például Pogány községnek a lakosságának a véleménye nem lett kikérve a futópálya meghosszabbításával. Ugye itt nagyobb gépek fognak leszállni, ezek a gépek hangosabbak lesznek, ezek a gépek elképzelhető, hogy sűrűbben fognak le, illetve felszállni, tehát reméljük, hogy ennél sűrűbben fognak le és felszállni. Nem lett egyeztetve a légitársaságokkal, ugye a fapados légitársaságokkal, akik ugye arról van szó, hogy ezekre a légitársaságokra építünk, de ezek a légitársaságok semmiféle szándéknyilatkozatot nem adtak arra, hogyha 2,5 milliárd forintért meghosszabbítjuk ezt a kifutópályát, akkor ők hajlandóak lesznek Pogány repülőtérére, vagy Pogány repülőtéréről fapados járatokat indítani. Hát aztán azt gondolom, hogy ha valaki ismeri a repülőtérnek a helyzetét, és tudja azt, hogy a jelenlegi módon is a kifutópálya és az épület között nem egy óriási távolság van, akkor azzal, hogy ezt a távolságot még csökkentené is az előterjesztő, további költségként egy autóbuszt vásárolnának, ami az épület és a repülőgépek közötti utasszállításához lenne felhasználva. Én a lakosok közül hallottam egy javaslatot, hogy jó hosszút vásároljanak, és akkor nem kell benzinköltségre fordítani, mert a hátsó ajtón felszállnak, és az első ajtón le tudnak szállni. Ez nem vicces, mert ezek súlyos 10 millió forintok, amik ki vannak dobálva a város költségvetéséből, és azt gondolom, hogy ezeket például az idős embereknek a betegellátására lehetne fordítani. Ezen kívül közel 40 millió forintért építenének tűzivíz csatlakozásához megfelelő dolgokat, utaslépcsőt, szállítószalagot, görgős rakodóasztalt, eszközvontató, csomagszállító vontatmányokat, stb. Érdekes eleme még egy 20 000 négyzetméteres új forgalmi előtér építése, ami az érzékelhetőség kedvére ez 4 darab focipálya, 20 000 négyzetméter. Mi a probléma? Hogy ez pénzbe kerül, képviselő úr, és nem is kevésbe. Én azt gondolom, hogy ennek az előterjesztésének egy alapjának kéne lenni, ugyanúgy, mint az Expo Centernél egy megvalósíthatósági, egy gazdasági tanulmánynak, nem előre elkölteni a pénzt, és megvárni, hogy hát, ha történik itt valami, annak megfelelően kidolgozni egy olyan koncepciót, hogy azt mondani, hogy megépíteni ennek a minimális feltételeit, és hogyha ide leszállnak ezek a fapados járatok, hogyha ezeket használatba veszi, akkor elkezdeni fejleszteni ezt a repülőteret. Befejezte, képviselő úr? Próbálok lapozgatni az előterjesztésbe. Érdekes dolog még az, hogy a mostani meglévő tűzoltóautó helyett egy újabb tűzoltóautónak a vásárlását írja elő az előterjesztés, illetve szerepel itt. Itt is sokaknak a talmácsi féle megérkezés jut az eszébe, hogy nem-e azért van szükség a két tűzoltóautóhoz, hogy amikor leszállnak a repülőgépek, akkor egy ilyen keresztet tudjanak formálni a gépek fölött. De én azt gondolom, hogy erre a mostani... Nem, én azt gondolom, hogy képviselő urak, hogy ez nem ennyire nevetséges, mint ennyire önök itt mulatnak rajta. Itt a város költségvetéséből 2,5 milliárd forint plusz áfa lenne kifizetve. És most a tervek elkészítésére 100 millió forintról döntene a közgyűlés. Én azt gondolom, hogy több komolyságot kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hozzászólás engedett Kővári János facilitátor úr. Megadom a szót.
Köszönöm, polgármester úr. Reméltem, hogy nem kerülök ilyen gyorsan sorra, mert nehéz lesz komolyan hozzászólni ezután a hozzászólás után, és valami komolyságot erőltetni magamra, de most én rövid leszek tényleg. Kérem a polgármesteret, hogy ezt a napi rendet úgy tárgyaljuk már egyszer végre, hogy van egy költséghatékonysági számítás a város kezében, hogy érdemes ezt a repteret fejleszteni, mit fog ez hozni a városnak, vagy nem. Polgármester úr is nyilatkozta már azt, hogy jobb lenne, hogyha ez magánkézben lenne, vállalkozói működtetésbe. A város önkormányzata nem bírja el ezt a terhet, így meg különösen nem. Tehát szóval megkérem a képviselőtestületemet, hogy szíveskedjenek komolyan viselkedni, jó? Tényleg nehéz, mert ez az előterjesztés ez inkább egy bohózathoz hasonlít, vagy inkább tragikomédiához, mert egyébként tényleg tragikus. Tehát, hogy úgy futunk neki megint több milliárdos fejlesztésnek, hogy nem látta még senki szerintem közülünk azt a tanulmányt, ami bizonyítaná, hogy ezt a repteret, ha most fejlesztjük ilyen módon, akkor tudja az önkormányzat KHT-ja megfelelő módon működtetni. Léteznek egyébként tanulmányok, javaslom, hogy járjanak utána. Volt már korábbi befektető, aki tett javaslatot arra, hogy a korábbi években, hogy átvenni a repülőgépet. A repülőgép nem jár itt, tehát azt nem tudta volna átvenni, hanem a repteret vette volna át, és ők készítettek számításokat, hogy hogyan lehetne működtetni. Most nem mondanám a cég nevét, nem akarok reklámot csinálni neki, de biztos utána tudnak nézni. Kérem polgármester urat meg a közgyűlést is, hogy azok után, hogy két órát vitatkoztunk arról, hogy hogyan lehet még a szociális ellátórendszeren szűkíteni az ellátást valamelyest, hogy takarékosabb legyen. Néhány 10 millió forintról beszéltünk két órát, itt 2,5 milliárd forint újabb elköltéséről beszélnénk, annélkül, hogy ennek látnánk a megalapozottságát. Tudom, hogy most ebben az előterjesztésben csak az van, hogy egy tervezésre különítsünk el, de még erre is meg kellene fontolni, előbb látni kellene azokat a pénzügyi számításokat, amik indokolják, hogy akkor, hogyha ez megépül, akkor valóban Florida leszünk, Európa Floridája, ahol majd naponta leszáll 25 gép. Azt hiszem, hogy ezt senki nem gondolja komolyan, hogy kérem, hogy vegyük le ezt a napirendről, és úgy tárgyaljuk meg, hogy ezek a számítások legyenek előttünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Hozzászólás engedett még Kőhegyi István, dr. Révész Mária, Gonda Tibor, Sarkadi Gábor visszavonta, Fúz Gábor és Juhász István, tehát ebben a sorrendben adom meg a szót elsőként Kőhegyi István tanácsnok úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Kővári képviselő úr, ez az előterjesztés nem 2,5 milliárd forint elköltéséről szól, ez a 2,5 milliárd elköltésének az előkészítéséről szól. Ez 100 millió forintról szól egyébként, valóban komoly összeg. Majdik képviselő úrnak szeretném elmondani, hát ez a magánszám, ez egész egyszerűen elképesztő volt. Meg vagyok döbbenve. Azt gondoltam, hogy repülőtér technikai kérdésekben annyira még nem járatos, de hogy ennyi butaságot összehordjon, ne haragudjon, ezt nem tudom megállni szó nélkül. Tehát önnek fogalma sincsen arról, hogy milyen előírások és milyen törvények vonatkoznak egy repülőtér fejlesztésre, holott, és hozzászól-e a közgyűlésen, holott önnek én elmondtam a bizottsági ülésen, másfél órán keresztül válaszoltam az ön kérdéseire. Elmondanám, hogy miért van szükség a repülőtér kifutópályájának a hosszabbítására még egyszer, jó? 2001-ben volt egy tragikus esemény, akkor olyannyira megszigorodtak az előírások, hogy a légügyi hatóság olyan törvényeket hozott, ami az 1500 méteres kifutópályán le tudtak eddig szállni gépek, ezután csak az 1800 méter hosszúságú pályán tudnak leszállni. Ön kérdezte, hogy a légitársaságokkal lett-e egyeztetve ez a futópálya hosszabbításért, hogy a légitársaságok fognak-e jönni, hogyha ez a futópálya meg van hosszabbítva. Jelzem, a légitársaságok fognak jönni, de szándéknyilatkozatot nem ad erről egyetlen egy légitársaság sem. Ezt elmondtam önnek a gazdasági bizottság ülésen. Szeretném megkérdezni a képviselő urat, hogy milyen konkrét
javaslata van arra vonatkozóan, hogy a repülőtér hogyan lesz használhatóbb, hogyan lesz élhetőbb. Nem tudom, hogy emlékszik arra, hogy elmondtam szintén a gazdasági bizottság ülésen, hogy a nyáron működött egy Pécs-Korfu járat 100%-os kihasználtsággal, és több ezer pécsit eljuttatva erre a népszerű üdülőhelyre. Most ezek után nem tudom, képviselő úr, hogy a javaslatait megtenné a közgyűlésnek, én szívesen várom és szeretném hallgatni, hogy ön hogy képzeli akkor ennek a futópályának az élhetőbbé tételét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló dr. Évész Mária, megadom a szót. Azonban előtte Majdik Miklós ügyrendi kérdésben kért szót, gondolom, személyes érintettség révén. Megadom a szót. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Nem azzal szeretnék vitatkozni, hogy a másfél óra az körülbelül úgy igaz, mint az összes többi, de azt szeretném kérdezni, hogy készült-e megvalósíthatósági tanulmány? Ugye nem készült, és azt gondolom, hogy ez alfája vagy omegája. Nem vagyok repülős szakember, nem vagyok repülőgépes szakember, és ebben igaza van képviselő úrnak, hogy nem értek hozzá, lehet, hogy annyira sem, mint ön. Képzelj el, ha értenék hozzá. Én azt gondolom, hogy mint józan gondolkodású ember látom azt az előterjesztésből, hogy ez nem arról szól, hogy egy minimális feltételrendszer mellett meg legyen hosszabbítva a pálya, hanem arról szól, hogy olyan tételek vannak ebbe benne, ami többek között például az autóbusz, és amit viccesen önök úgy jegyeztek meg, hogy majd olyat vesznek, amelyikben csak egyes sebességi fokozat van, és akkor már nem kell kettesbe kapcsolni, tehát a viccelődést azt nem én kezdtem. Azt gondolom, hogy amire tulajdonképpen nem valószínű, hogy szüksége van az önkormányzatnak. Én azt gondolom, hogy ezt egy minimum programba is meg lehetne csinálni, hogyha erre szükség van, hogyha ez szükséges a városnak. Mondanám azt, hogy lehet, hogy a szociális rendszerbe ezt a pénzt, hogyha befektetnénk, akkor oda sokkal nagyobb szükség lenne benne, de most ezt egy idézőjelbe jegyzem meg. Tehát még egyszer mondanám, megvalósíthatósági tanulmány, és egy minimum projekt, amiből ezt meg lehetne nézni, hogy ez működik-e, és ugye arra azért nem alapozhatunk, hogy ön azt mondja, hogy a cégekkel nem tudtak önök tárgyalni, de majd azért jönni fognak. Tehát, és hogyha nem jönnek, akkor mi lesz, képviselő úr? Akkor ön majd vállalja azért a felelősséget, hogy 2,5 milliárd forintot elköltöttünk feleslegesen? Tehát megvalósíthatósági tanulmány, és egy olyan program, amivel... Köszönöm szépen a műrendi hozzászólását. Megadom a szót Kőegy István úrnak. Én jövök, nem? Köszönöm a szót, polgármester úr. Valakinek ki kellett lépni. Képviselő úr, először is a másfél óra az másfél óra volt, bármennyire is fájdalmas önnek ezt tudomásul vennie. Mégpedig ez a másfél óra meg volt oldva egy igen színvonalas előadással és egy bemutatóval, hogyha emlékszik rá, ahol minden egyes kérdésére választ kapott. Úgy látszik, nem volt kielégítő, bár ott a bizottsági ülésen ön ezt elfogadta, sőt Schneider képviselő úr a Fidesz részéről azt mondta, hogy még támogatja is a repülőtér hosszabbítását. El kell, hogy mondjam, hogy én nem azt mondtam, hogy a légitársaságokkal nem tárgyaltunk, igenis tárgyaltunk. Én azt mondtam, hogy szándéknyilatkozatot nem adnak ki, írásos szándéknyilatkozatot. Tehát ismét egy példája annak, hogy ön elferdíti azt, amit mi mondunk. A repülőtér kifutópályájának a hosszabbítására szükség van. Ez az előterjesztés viszont nem arról szól, hogy a buszt megvásároljuk, bármennyire is igyekszik ön ezt erre a tényre kisarkítani. Ez a 2,5 milliárd forintos fejlesztésnek egy része, ezt is elmondtam egyébként a bizottságülésen, ez egyetlen egy eleme, egy apró kis eleme a 2,5 milliárd forintos fejlesztésnek. Köszönöm, hogy rám figyel, képviselő úr. Tehát 2,5 milliárd forintos fejlesztésnek egyetlen egy apró kis eleme, és ez egy opcionális tétel, ez nem kötelező, ezt is elmondtam önnek. Amennyiben lesz rá keret és megvásárolható, abban az esetben meg fogjuk vásárolni. Ha nem lesz rá keret, akkor nem fogjuk megvásárolni. Ez a kifutópálya hosszabbítás tehát szükséges, és kérem a tisztelt közgyűlést, hogy fogadja el ezt az előterjesztést. Köszönöm. Köszönöm szépen, megadom a szót dr. Évész Máriának. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én azt gondolom, hogy a Kőegy István magánszáma is elképesztő, ugyanis nem tudható, hogy melyik minőségében beszél. Én kinyitottam a Pécs-Pogányi repülőtérnek a honlapját, és azt látom, hogy Kőhegyi István ügyvezető igazgató ennél a cégnél.
nem hiszem, hogy ez etikus és normális, hogy egy ügyvezető igazgató a képviselői székből próbálja egyrészt iskolázni a másik képviselőt, ám bár megjegyezném, hogy nem tudom, hogy ő milyen szakértelemmel rendelkezik, nyilván valamilyen szerzett szakértelem, mert tudom, másom szerint ismeretei vagy iskolai végzettsége nem arra predesztinálja, hogy repülőteret vezessen. De hát mindenki a gyakorlat során azért sokféle ismeretet föl tud magára szedni, és nem vitatható, hogy közülünk nyilván ő ismeri legjobban a repülőteret, mivel hogy egyikünk sem dolgozik ott. Mint mondotta, 2001-ben egy baleset folytán hát kötelezővé vált egy hosszabb pálya, vagy célszerűvé vált, hogy hosszabb pályákat építsenek, vagy egy ilyen előírás született. Ez a, emlékeim szerint ez a pálya ez 2001 után készült, úgyhogy nem tudom, hogy eredetileg miért nem készült el hát egy használható kivitelben ez a repülőtér, mert rengeteg sok pénzt költöttünk erre, több cikluson keresztül, és azt gondolom, hogy az elképzelés nem is volt rossz, hogy Pécs valamilyen módon oldja meg a közlekedési problémáját, mármint hogy a fővárostól való távolságot valahogy faragjuk le legalábbis időben, és erre irányultak azok a törekvések, hogy hát egy repülőtér, talán a Pécs-Pogányi repülőtérnek a bővítése talán erre lehetőséget adna. Sajnos időközben a körülmények, már mint a peremfeltételek meglehetősen komolyan megváltoztak, és így módon a városnak egyre többe kerülhetett. Én pontosan már nem tudom, hogy 2000 után ezzel kapcsolatban mi történt, de egyre többe kerülhetett ez a beruházás. És hát most így kérdezném is, hogy ha már egyszer napirendre került ez az ügy, akkor valaki tudja most úgy egészen pontosan, hogy eddig mennyibe került ez a városnak. Most még rá akarunk költeni 2,5 milliárdot, mert hát hiába 100 millióról szól ez az előterjesztés egy előkészítésről, nyilván nem azért dobunk ki az ablakon 100 milliárdot, hogy utána ne akarjuk folytatni. Emiatt aztán azt gondolom, hogy kellene, valóban kellene hatástanulmány, és végig kellene gondolni ezt a koncepciót, hogy mi lesz, akkor nyakunkon marad, mit csinálunk, hogyan üzemeltetjük. Kinyitom ezt a honlapot, tehát nyilván szeptemberben szállt föl talán utoljára egy gép Korfuba, azóta semmi nem történik a repülőtéren, bár tizenvalahány alkalmazott dolgozik ott, és a képviselő úr egy szolgálati turánnal járkál. Azt látom, hogy egyre inkább megyünk afele, hogy próbálunk és mondjam, kényszerhelyzetet előállítani saját magunknak, ami nem szerencsés, mert nem kellene olyan elkötelezettséget vállalni, akkor elkötelezettséget vállalni, amikor még nem tudjuk, hogy mi lesz a kimenetele, mit akarunk. El akarjuk adni a repülőteret, így esetleg lehetne másképpen hasznosítani. Lehetséges, hogy lehetne jobban is hasznosítani azt a repülőteret, több bevételt lehetne indukálni, hogyha hozzáért több repülőtérvezető lenne például, vagy jobb marketing munka folyna, nem tudhatom, de elképzelhető. Minden esetre a másik kérdésem az, hogy tudja, most nem vagyok naprakész ebben az ügyben, nyilván a Költségvetési Bizottság pontosabban tudja, hogy mekkora támogatással működik a repülőtér, és mennyibe kerül most a költségvetésnek a Pécs-Pogányi repülőtérnek az üzemeltetése. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Gonda Tiborral, a polgármester úr, megadom a szót. Tisztelt közgyűlés, köszönöm a szót. Én annak a ténynek örülök, hogy ennél a kérdéskörnél egy kicsit elidőzzünk és körbejárjuk, mert valóban úgy gondolom, hogy a város fejlődése, akár a ma elfogadott fejlesztési stratégia szempontjában egy fontos napirendnél tartunk. Az egy kicsit rosszul esett, hogy magát az előterjesztést minősítik. Én úgy gondolom, a képviselőtársaim is inkább a témával kapcsolatban mondták el a verziójukat. Én meg szeretném védeni az előterjesztést, ez egy nagyon jól szerkesztett, logikusan fölépített, tényszerűen, áttekinthetően összeállított előterjesztést, melyet csak azért tartom szükségesnek elmondani, nehogy az előterjesztés készítő kollégákba bármi lelkismert furdalás legyen. Ebből azt gondolom, akit figyelmesen végigolvasta, az egyértelműen kiolvashatta, hogy miről van szó. És nem arról van szó, hogy ma dönteni kíván az önkormányzat arról, hogy 2,5 vagy 3 milliárd forintért meghosszabbítja a repülőteret, hanem arról van szó, hogy meg akar indítani egy olyan szakmai munkát, amelyben el szeretné érni azt, hogy legyenek terveink és legyenek engedélyeink a repülőtér meghosszabbítására. Majdik képviselő úr azt mondta, hogy ez egy felelőtlen előterjesztés.
Én nekem az a szakmai álláspontom, hogy repülőtér kérdésben ennél felelősségteljesebb döntést nem tudunk hozni. Kicsit emlékezzünk vissza a múltra is, így Révész Mária fölvetésére, hogy eredetileg miért nem ezt csináltunk, hagyd mondjak néhány emlékeztető mondatot. A repülőtér fejlesztésének a gondolata a 90-es évek közepén merült föl, még Páva Zsolt volt a polgármester, és konszenzus volt ebben a kérdésben, hogy Pécsváros számára a földrajzi elszigetelésből a kiút, az többek között a repülőtér fejlesztés lehet. Utána már a megvalósítás stádiumába Toller polgármester úr idejébe érkezett, de akkor is mindvégig konszenzus volt. Én emlékszem, hogy az Orbán kormány alatt működő regionális területfejlesztési tanács, és Mikes Éva, aki akkor területfejlesztési szakállamtitkár volt, is személyesen sokat lobbizott a repülőtér sikerére. Sajnos rosszul pozícionáltuk a 90-es évek közepén, akkor még nem léteztek fapados társaságok, és mi úgy gondoltuk, hogy az erőnkből egy biznisz repülőtérre futja. A szakemberek, én magam is több szakmai delegációt vittem, visszajelzése szerint ez egy rendkívül jól megépített, esztétikus és jól működhethető biznisz repülőtér. Azóta azonban megjelentek a fapados légitársaságok, és teljesen világossá vált számunkra, hogy mint biznisz repülőtér betöltheti a funkcióját. Folyamatos dotációt igényel a részünkről, de a dotációval szemben az a társadalmi gazdasági hatása, amit a régió gazdaságára gyakorol, azt talán még mindig megengedhetővé vagy megérthetővé, fölvállalhatóvá teszi azt az évi 100 millió forint körüli dotációt. Ugyanakkor nyilván azt szeretnénk valamennyien, hogy előbb-utóbb egy tartalmas, gazdag légi közlekedés színhelye legyen Pécs, hogy az európai turizmus vérkeringésébe be tudjunk csatlakozni. Ennek viszont ma már minden szakember azt mondja, hogy az a szakmai feltétele, hogy a fapados légitársaságok fogadása is alkalmas legyen ez a repülőtér. És történt fölmérés. Én magam tárgyaltam Ás Gyula igazgatóról, aki tájékoztatott, hogy valamennyi Magyarországon működő fapados légitársaságok műszaki igényeit megkérdezték. Ezek közül egyedül a Ryanair az, aki nem fog tudni leszállni, ha megvalósul ez a bővítés, mert ő szélesítést is kérne. Az összes többi viszont azt mondta, hogy alkalmas lesz a Pogányi repülőtér arra, hogy az ő gépeik igénybe vegyék, ha ezt a meghosszabbítást megvalósítjuk. Még egy konkrét közelmúltbeli tapasztalatomat szeretném önökkel megosztani, hogy miért szükséges ez. Én elkötelezett híve vagyok például a Rúrvidék-Pécsi kapcsolat építésének a 2010 kapcsán is, és azt gondolom, hogy a Rúrvidék a maga 5 milliós lakosságával egy jelentős küldőpiaca lehetne a Dél-Dunántúl turizmusának, és a közelmúltban kőhegyi képviselő úrral a dortmundi repülőtéren jártunk, ahol a baráti kapcsolatunkat kihasználva bizalmas szakmai megbeszélést folytattuk, és megtudtuk, hogy egy 50 fős gépet, amelyet jelenleg fogadni tudunk, ha charterbe forgalomba állítanánk, 300 euró alatt nem tudnánk kihozni egy oda-vissza jegyet. A 300 euróval pedig nem vagyunk versenyképesek, mert 300 euróért last minute-ben egy Majorkát a német vendég otthon meg tud venni, nem fog idejönni. Ha ugyanezt fapados járattal tudjuk biztosítani, és a dortmundi repülőtér az az EasyJetnek bázis állomása, tehát ott parkolnak a gépeik, és szándékuk van idővel a programjukba fölvenni Pécset, akkor ez 100 euró alá nyomható ez az ár. Ekkora a különbség a költségkalkulációban egy fapados és egy 50 fős gép között. Tehát ez alapján én is meggyőződtem, hogyha ezt a célt továbbra is napirenden tűzzük, hogy itt valamikor 100 000-es utasforgalom lesz, akkor nincs előttünk más lehetőség, mint a repülőtér meghosszabbításába gondolkodni. Ugyanakkor viszont teljesen egyetértek Kővári úrral, Majdik úrral, hogy az egy igen felelős döntés, hogy 2,5 milliárdot akarunk-e mi investálni. Ehhez a döntéshez én magam is azt gondolom, aki ezt investálni akarja, elengedhetetlen a megvalósítási tanulmány. De nem a mostani döntésünkhöz. Ugyanis a mostani döntésünk pont azért szükséges, hogy adott esetben, ha értékesítési szándékról dönt a közgyűlés, már pedig nem titkoljuk, és polgármester úr sohasem titkolta, hogy szándékunkban áll ebbe a repülőtér fejlesztésbe bevonni magántőkét, vagy úgy, hogy a repülőtér használt jogát átadjuk, vagy igazából nem is megyek bele a megoldások, hiszen még nem tudjuk, hogy hogyan, de azt tudjuk, hogy nagyon nehezen tudjuk fölvállalni ezt a döntést, hogy saját erőből tegyünk bele 2,5 milliárd forintot, mert tisztában vagyunk a költségvetésünk korlátaival. De ahhoz, hogy sikeres lehessen egy privatizáció, azt gondolom be lehet látni, hogy maga az önkormányzat sokkal könnyebben meg tudja szerezni a hatósági engedélyeket, és sokkal könnyebben tudunk adott esetben egy stratégiai társat találni,
Ha azt mondjuk, hogy kedves befektető, itt van az engedélyezett tervünk arra, hogy ezt a repülőteret 2100 méteresre fejlesszük. Ezért mondom én azt, hogy szerintem egy felelősség döntést hozunk, és én a magam részéről teljes mértékig azonosulok az előterjesztés céljaival, és fogom támogatni, hogy ezt a munkát a repülőtér üzemeltető Kft., illetve az Elhorizont KHT megrendelhesse és elkezdhesse, abban a reményben, hogy a jövő évben sikeresen tudjuk esetleg megtalálni azt a szakmai vagy pénzügyi befektetőt, aki a mi fejlesztési céljaink megvalósításában részt vesz. Egyetlen egy zárójeles gondolat még, fölhívnám a figyelmét a Fidesz frakciónak, hogy gazdaságfejlesztés kapcsán nagyon szép gondolatokat mondtak az elmúlt időszakban, több stratégiai tervnél, megalapozónál, akkor egy ilyen kérdésnél ne vessük össze, hogy szociálpolitika vagy repülőtérfejlesztés. Nyilván mind a kettő nagyon szükséges, de bármilyen gazdaságfejlesztési kérdésnél előhozhatjuk azt, hogy vajon nem szükségesebb-e az éhes gyerekeknek ebédet venni, vagy fönntartani egy-egy öregek otthonát, mert akkor látszólag könnyen rámondhatjuk, hogy igen, de szükséges, de ha nem fejlesztjük a gazdaságot, akkor meg később nem lesz ennek a városnak egy olyan stabil gazdasági háttere, amely éppen biztosítani tudja, hogy egy kiterjedt és sokszínű szociális szolgáltató rendszert tartsunk föl. Úgyhogy egy szónak is egy a vége, kérem, hogy szavazzák meg az előterjesztést. Köszönöm szépen, következő hozzászóló Jász István, megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Sokat gondolkodtam rajta, hogy ehhez a napirendi ponthoz szóljak-e hozzá, mégpedig azért is, mert a gazdasági bizottsági ülésen, amikor ezt megtárgyaltuk, és ahogy a Kőhegyi István képviselőtársam is elmondta, nagyon-nagyon sokat foglalkoztunk vele. Én nem szóltam hozzá, mert majd egy képviselő úr mindjárt az elején leállított azzal, és tulajdonképpen a kedvemet is elvette, hogy összefüggéseket hozott a repülőtér és a személyem között, holott körülbelül annyi összefüggésem van, kedves képviselő úr, mint annak az autósnak, aki autópálya matricával autózik az édesapja vezetés alatt lévő autópályán. Én ezért nem szóltam a gazdasági bizottsági ülésen, de tudja, amikor egy ennyire fontos stratégiai kérdést, egy ennyire fontos kérdést, amiben ön pontosan nagyon jól tudja, és nagyon sokan pontosan nagyon jól tudják, hogy abszolút konkrét szakmai és gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkezem, azzal állítanak meg, hogy elkezdenek személyeskedni, onnantól kezdve nem érdemes nekem ebben a kérdésben megszólalnom. És úgy állítanak meg egy ilyen projektet, hogy azt mondják, hogy szolgálati tuaregje van az ügyvezető igazgatónak. Nekem sincsen ám szolgálati autóm, képviselő úr, meg a többieknek sem. És a Kőhegyi úrnak sincs saját tulajdona. Nagyon kérem önöket, hogy fejezzék be a személyeskedést minden egyes napirendi ponttal kapcsolatban, mert nem vezet jóra. Nagyon szépen kérem, hogy lépjenek túl a személyes támadásokon, nagyon szépen kérek mindenkit, hogy lépjenek túl a személyes kötődéseken, mert ez ennél többet ér. Ez a napirendi pont ennél sokkal többet ér. Hosszú éveken keresztül politikai egyetértéssel, politikai konszenzussal, a megye és a város egyetértésével, a Pogányi Önkormányzat és Pécsváros egyetértésével zajlottak az események. És Gonda Tibor nagyon szépen összefoglalta szakmai kérdésekben és konkrétumokban, nem is kívánom őt kiegészíteni, mert nem lehet. De próbáljanak meg egyet végre már megérteni, hogy lehet, hogy vannak olyan kérdések, amit nem így kell megközelíteni. Lehet, hogy vannak olyan kérdések, amik ennél többet érnek, és ez a repülőtér olyan. Egy repülőtér soha nem lehet rentábilis. Ne keressék azt, hogy mikor lesz egy repülőtér nyereséges. Tudják, hogy a repülőtér az soha nem lesz nyereséges, és azt is tudják, hogy évente, két évente, öt évente, tíz évente újra beruházni kell? És elvárja bármelyikük is azt, hogy majd készüljön egy olyan bevételi terv, ahol a turizmus, a vendéglátás, meg a hozzáadott értékeknek a bevételi forrásait is bele lehet írni. Önök ezt elvárják? Láttak már ilyent Európában? Megnéztek már egy-két repülőteret? Tudják, hogy hogy működik Grazban? Tudják, hogy hogy működik Londonban, Manchesterben és Amerikában? Nem tudják. És mi meg nem merünk megszólalni, azért nem merünk megszólalni, mert személyes, kicsinyes támadások miatt befogjuk a szánkat, és nem merünk megszólalni. Én most azért kértem szót, mert azt mondom, hogy ennek itt nagyon szépen kérem, vessünk véget. A repülőtér ennél többet ér. És nem mondjuk azt, hogy az ügyvezető igazgató alkalmatlan a feladata ellátására, mert ez is elhangzott ma.
Az ügyvezető igazgatóra gyerekkora óta ott tölti a repülőtéren az idejét. Biztos, hogy alkalmasabb rá, mint mondjuk villamost vezetni. Szóval nekem szívügyem. Biztos látszik rajtam. Nekem szívügyem a repülőtér is. Tudják, nem azért, mert egy kis négyszemélyes repülőgépnek 2100 méteres kifutó kell. Az leszáll 150 méteren keresztbe az űrge lyukakon keresztül. Ahhoz nem kell. Csak a hozzáadott értékek miatt olyan képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezem én is, és az ügyvezető igazgató és még sokan mások, akik 5 évet, meg 6 évet, meg 10 évet szántunk arra, hogy egy ilyen repülőtér legyen Pécs városának. Mi azt gondoltuk, hogy elhiszik nekünk. És nagyon sajnálom, hogy nem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Műrendi hozzászólással jelentkezett Majdik Miklós úr, megadom a szót. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Igazából elképedve hallgattam bizottsági elnök urat, és szívesen fogadnám, hogyha elmondaná, hogy mivel bántottam meg a bizottsági ülés alatt, hát ha tudok majd tanulni belőle. Szerintem szívesen vennénk igénybe a gyakorlatát és a tapasztalatát. Én továbbra is azt mondom, hogy a frakciónk nem a repülőtér ellen van, és köszönöm szépen alpolgármester úrnak a higgadt szavait. Egyrészt nekünk nagyon sok újat mondott, tehát a bizottsági ülésen ezek közül sok minden nem hangzott el, illetve továbbra is azt szeretném hozzátenni, hogy ha itt befektetőbe gondolkodunk, ha tovább lépésbe gondolkodunk, mindenféleképpen meg kell előznie egy megvalósíthatósági tanulmánynak. Kérdezem én, hogy mi van akkor, hogyha a befektető úgy gondolkodik, hogy nem elég neki ez a pályahoz. Akkor mi végigjárunk egy procedúrát, és tulajdonképpen eldobhatjuk a szemét kukába, hogyha egy szélesebb pályára, egy hosszabb pályára van szüksége. Hogyha ha tárgyaltak önök a fapados járatokkal, és egy szóbeli ígéretet tettek. Hát én azt gondolom, hogy nincsen Magyarországon egy olyan vállalkozás, még kis vállalkozás sem, aki egy szóbeli ígéret alapján 100 milliókat, milliárdokat ruház be. Én azt gondolom, hogy itt valamilyen írásos megállapodásra lenne szükség. És hát kérdezem én, hogy mi van akkor, hogyha ez a sajnálatos esemény ez előfordul még egyszer, és 2010-ben ismételten módosítják a szabályokat, és megint nem lesz megfelelő hosszúságú a pálya. Hát én azt gondolom, hogy ezt konkrétan át kell gondolni, garanciákat kell beépíteni, és nem azt mondani, hogy próbáljuk meg, és hát ha lesz belőle valami. Köszönöm szépen. Ügyrendi hozzászólásra jelentkezett Kőhegyi István, megadom a szót. Köszönöm szépen, polgármester úr. Hát muszáj volt ügyrendben kérnem, mert Majdik Miklós hozzászólásra erre készített. Egész egyszerűen, amit ön mond, képviselő úr, az nem igaz. Amit Gonda Tibor elmondott, én azt önnek tételesen pontosan ugyanezt elmondtam a bizottsági ülésen. Nem mondja azt, hogy most szembesült ezekkel a dolgokkal. Én ugyanúgy elmondtam, hogy mióta készült a repülőtér fejlesztése, hogy még Páva Zsolt idején kezdődött, vagy vetődött fel ennek a gondolata. Mindent tételesen elmondtam önnek, amit Gonda Tibor most összefoglalva elmondott. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát nem örülök, amikor testületülésen azzal megy az idő, hogy bizottsági ülésen elhangzott információkat ismételnek, tehát úgy gondolom, hogy bizony minden információnak megvan a maga helye, és azt kérem képviselőtársaimtól, hogy a bizottsági ülésen elhangzott információkat ott használják föl, közgyűlési munka azért ennél magasabb szintén is igényel. Elb József, Sík László, Lajos, Füredi Péter és Révész Mária kért még szót. Megadom a szót elsőként Elb Józsefnek. Polgármester úr, köszönöm szépen a szót. Én úgy gondolom, hogy talán nem is lenne vita ezen, hogyha ha ez a repülőtér mondjuk tele lenne élettel, és a repülőgépek csak úgy szállnának le, meg szállnának föl. Tény az, hogy a város, nem csak az ellenzék, a város, és az egész szerintem mindenki, elégedetlen azzal a helyzettel, ami pillanatnyilag a repülőtéren van. Persze meg lehet magyarázni azt, hogy rövid a futópálya, leszálló pálya. No de, hát bocsánatot kérek, azért van a menedzsment, hogy ezeket a problémákat megoldja. Mármint olyan értelemben, hogy olyan partnereket keressen, akinek ez megfelel. Ugyanis nem látjuk ezt a lázas tevékenységet.
Én szívesen adnék felmentést, ha ma igaz nem adhatok, de a polgármester biztosan adna felmentést Kövári úrnak és Juhász úrnak is, hogyha ők lázas sietséggel az európai autópályákat rónák, akár magánkocsival, akár hivatali gépkocsival, és üzleti partnereket keresnek interneten, direkt tárgyalásokkal, fapados légi járatokkal, kutyafüle. Szóval lényeg az, hogy élettel kellene megtölteni a repülőteret. Ez a lényeg. Tehát ha mi kritikát fogalmazunk meg, akkor elsősorban az a probléma, hogy úgy érezzük, mintha még kevés lenne az, ami ott történik. Természetesen volt konszenzus, mind a mai napig az a véleményünk egyébként, hogy egy jól működő repülőtérre szükség van, de viszont szeretném a lényeges különbségeket kiemelni, hogy konszenzus 1,5 milliárdos beruházásra volt, nem pedig 4 milliárdos beruházásra, ami utána már úgy automatikusan hozta egyik beruházás a másikat, és tulajdonképpen tényleg nem tudjuk, hogy pillanatnyilag mennyit is adott a város ebbe a 4 milliárd forintba, a 100 milliós évi fenntartási költségeken felül, mennyi jött támogatásba, mennyit adott a megye, tehát tulajdonképpen teljes tisztázatlanság van, sehol nem láttam még egy olyan anyagot, ahol ez feketén-fehéren le lenne írva. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a sikertelenség az semmit nem igazol, a sikeresség az pedig mindent igazol. Következésképpen azt várom el a repülőtértől, a repülőtér menedzsmentjétől. Most teljesen mindegy, hogy ott ül a túlsó sorban az ügyvezető igazgató, vagy a másik kiment éppen, mert egészen fel lett dúlva, nem indultam fel. Szóval a lényeg az, hogy menjen a Verkli. Ez a lényeg. Ezt nem látom én pillanatnyilag, ezt hiányolom, és egyébként azt, hogy az alpolgármester úr alányult a dolgoknak, és kézenfogva elvitte Kőhegyi urat Gelsenkirchenbe vagy Dortmundba, azt mondom, hogy ez egy nagyon helyes dolog. Minden héten kellene egy ilyen tárgyalást lefolytatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, majd megadom a szót a repülőteret üzemeltető cég vezetőjének, aki itt van a teremben, nem ment ki, tehát ott ül. Tekintettel arra, hogy ha bár a napirenden a repülőtér futópálya hosszabbításának előkészítése szerepel, de elég sok észrevétel köztük negatív is elhozott a cég vezetésével szemben. Úgy gondolom, hogy a jog megilleti őket, hogy erre reagáljanak, és azt a elementáris igényt, amit egyes képviselőben megvan, hogy mivel foglalkozik a menedzsment, egy két perces hozzászólás keretében a cégvezető fejthesse ki. Ezt megelőzően azonban megadom a szót Sík László Lajosnak, és közben azon gondolkodom, hogy ha most valaki Európában az interneten a pécsi közgyűlésnek a munkáját nézi, és azt mondja, hogy te jó Isten, érdemesebb a városba elmenni, hogy akkor vajon mit itt lát, hogy egy ilyen jó közgyűlési munkát tapasztal, ahol egy kifutópálya hosszabbítása kapcsán ilyen hosszan vitatkoznak, számomra úgy gondolom, hogy sokszor érdekes és lényegtelen kérdésekről, nem hiszem, hogy jó képet alakítunk ki magunkról. Sík László, a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelettel közölném, hogy nincsenek semmiféle összefüggéseim a repülőtérrel kapcsolatosan. Lehet, sőt, az is biztos, hogy túl öregem sincsen, csak lehet, hogy túl öreg vagyok ahhoz, hogy a pécsi repülőtér futópálya meghosszabbításának előkészítési munkái, tárgyú, hogy is mondjam, előterjesztésbe, hogy lehet olyanokat belevenni, ami nem is tárgya és nem is témája ennek az előterjesztésnek. Számomra azért néhány gondolat megragadta a figyelmemet, és pedig, amit ebbe képviselőtársam az előbb mondott, hogy menjen a Verkli. Hát kérem tisztelettel, ahhoz, hogy menjen a Verkli, az a tárgyra kellene térni, és a tárgy a következő. Milyen szükséges előkészítési munkákat kell folytatni ahhoz, hogy a repülőtér meghosszabbítása megvalósíthasson, és milyen tervezési feladatokat, mondom azok a műszaki ismeretekkel rendelkező kollégáimnak is, akik a másik padsorba ülnek. Azt hiszem, hogy a kettes számú pont egyértelműen rögzíti, és amelyben a következők szerepelnek. Futópálya meghosszabbításának tanulmányterve, a zajgátló védővezeteknek a kijelölése, környezeti hatástanulmány előkészítése, pályaépítési munkák,
stb. Vízépítési munkák, 11 szépen fel van sorolva. Azt hiszem, hogy ez elégséges feladat ahhoz, hogy a különböző hatástanulmányok elkészüljenek, és ezek alapján el lehessen dönteni a későbbiek során azokat a feladatokat, amelyek révén ne talántán lesz, vagy nem lesz, vagy hogy lesz, vagy miként lesz, vagy ha úgy, ahogy látjuk, még 25-szeri tárgyalás következtében lesz-e tovább lépés. És ennek pedig egyértelműen nem másfél milliárd, meg 2,5 milliárd, vagy x milliárdról van szó, hanem egész pontosan 99 millió forintról van szó, és az pedig az az egész költségszámítás az azért történt meg, mert ezeknek a tervezési díjait, illetőleg a hatástanulmánynak a díjait valami módon kellett összehozni. És mind annak idején a Közös és Együttes Bizottságnak a felkét levezető elnöke révén el kell mondanom, hogy a feltett kérdésekre, amely közel több mint egy órát vett figyelembe, vagy időt tartalmazott ez az ülés, egyértelműen válaszokat kaptak mindezekre a feladatokra. Úgyhogy én annyit szeretnék ezzel kapcsolatosan mondani, hogy Gonda Tibor alpolgármester úr részletesen felépítve kifejtette azokat az elképzeléseket, amelyeket megpróbáltam műszakilag is a szakszövegekkel alátámasztani. Kérem tisztelettel, a személyeskedésnek az elhagyásával kérem a napirendnek a megszavazását. Köszönöm. Megadom a szót dr. Füredi Péternek. Köszönöm, polgármester úr. Én egy kicsit másképp közelíteném meg a dolgot. Nincs messze Taszár, a Eszéki repülőtér is próbál működni. Talán amikor eldöntése került, hogy a Pogányi repülőtér kerüljön fejlesztésre, akkor kellett volna esetleg egy megfontoltabb döntést hozni, de ugye ez már így alakult, ilyen döntés született. Ha már elkezdődött egy fejlesztés, én úgy gondolom, hogy ezt végig kell vinni. Meg kell tenni mindent azért, hogy élettel teli legyen, kell hozzá megvalósíthatósági tanulmány is. Jó lenne pontosan látni, pontosan tudni azt, hogy ténylegesen mennyit fektettünk be ebbe a repülőtérbe, mi mennyibe került az eddigi évek során, mi az, ami az önkormányzat részéről, a pécsi önkormányzat részéről, illetve a megyei önkormányzat részéről befektetésre került. Ez alapján tudunk majd nyilván a privatizációról is dönteni, hiszen ugye két dolgot tehetünk, az egyik az, hogy látva azt, hogy mennyit fektettünk be, megpróbáljuk legalább annyira eladni, ugye ez lenne egy ideális állapot. A másik az, hogy ha nem sikerül, és még végképp a rajtunk marad, akkor viszont így nem maradhat. Ez egyértelmű. Tehát megkaptuk a választ, jogi környezet változott, így kihasználatlan, használhatatlan parlagon hever a repülőtér. Ebből tovább lépni csak akkor lehet, ha akkor mi lépünk tovább. Sokkal jobb lenne persze, hogy ez egy szerves fejlődés útján történne. Tehát ahogy képviselőtársa mondta, ahogy szállnának ugye leföl a repülők, és azt hozná magával egy természetes fejlődést. De miután megváltozott ez a jogi környezet is, úgy gondolom, hogy sikeres privatizációt elősegíteni, ha ezt a döntést most támogatni tudnánk. Úgyhogy én meg fogom szavazni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hozzászólásra engedett dr. Révész Mária, megadom a szót. Inkább ügyrendi jellegű a hozzászólásom. Továbbra is nem tudom, hogy Kőhegyi képviselő úr képviselő minőségében, vagy ügyvezető igazgatói minőségében veszett részt a vitával, és minimum, hát az ő jogérzékét nyilván nem zavarja ez a helyzet, de kérdezném a jegyzőasszonyt, hogy mi a helyzet ebben az esetben. A másik ügyvezető ugye 2 percre kap szót, míg közben itt a vitát, hát komoly részvevője volt az ügyvezető igazgató úr. Bízom abban, hogy legalább a szavazásban nem vesz részt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hozzászólásra engedett Herény Gyula, megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Hát egész hosszú időn keresztül hallgattam itt a párbeszédet, és egyszerűen nem értem. Nem értem, hogy mi a probléma. Lehet, hogy rossz az előterjesztés. A mai repülőtér nem alkalmas, nem felel meg az előírásoknak. Nagyon-nagyon sok pénz a 2,5 milliárd forint.
de ha nem fejlesztjük, akkor 2010-ben nem fognak leszállni repülők, nem jönnek hozzánk külföldiek, hiába lesz EKF, hiába várjuk a több tízezer turistát. És azért nem értem, mert most helyben egy repülőtérről vitatkozunk, és egyes Fidesz képviselők úgy gondolják, hogy nem kell ez a hosszabbítás ennyi pénzért. És eszembe jut, hogy nem olyan rég, fönt a parlamentben, meg Baranyából delegált Fidesz képviselők úgy gondolták, hogy nem kell nekünk autópálya. Hogy is van ez? Most akkor milyen irányba visszük Pécset? Hát nem az EKF a kulturális főváros irányában? És ezért igenis kell fejleszteni, kell forrást biztosítani rá, mert egy repülőtér az majd az unokáink idejében fog igazán jól működni, és egy egyszerű pészmódosítást is már Pécsen úgy végzünk, hogy 100 évre előre gondolkodunk. A repülőtérrel meg szerintem még többet kellene, még hosszabb időre gondolni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mielőtt ügyrendi hozzászólásra engedett Kőhegyi István, és megadnám a szót neki, szeretném elmondani Révész Máriának, hogy Kőhegyi István a mind a két funkciában hozzászólhat, nem összefejtetlen a kettőt, bizonyára nagyon pontosan tudja. Most, mint a közgyűlés tagja, szólt hozzá a közgyűlésen. Ezre az alapvető információs igényére szerettem volna válaszolni, de logikus, hogy a másik funkciában is nem tudja külön választani. Döntsen ön, hogy akkor melyik funkciában ítéli meg a hozzászólását. Kőhegyi Istvánnak adom meg ügyrendi hozzászólásra a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Képviselőként kértem az ügyrendi hozzászólást. Köszönöm a Fidesz frakció személyemet érintő aggodalmait. Nyilvánvalóan ez az MSZP képviselőségemnek szól. No, nem is ez a lényeg. Polgármester úr, én szeretném ügyrendben kérni önt, hogy az ügyvezető igazgató Rács Gyula ne 2 percben szólhasson hozzá, tekintve, hogy ő meghívott, így korlátlan időkeretben hozzászólhat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hozzászólásra jelentkezett Hoppá Péter, Fusz Gábor, Majdik Miklós. Majd azt követően, mielőtt én hozzászólnék és a vitát lezárnám, megadom a szót Ács Gyula úrnak. Most megadom a szót Hoppá Péter úrnak. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Sokadik órában vagyunk ma már, és többször elhangzott az igény, hogy próbáljuk meg a tárgyról beszélni, és próbáljuk meg a személyeskedést elkerülni. És sokszor pattant át a labda az MSZP oldalától ide az ellenzékhez, hogy mi vagyunk talán az okozói ennek a kérdésnek. Polgármester úr nem utasította rendre Herring Gyula képviselő urat, amikor nem a tájról beszélt. Ezen kívül, ha Herring Gyula képviselő úr nem érti, hogy miről szólt az elmúlt fél óra, az talán nem biztos, hogy a megszólalóknak köszönheti. Azt szeretném még ehhez hozzáfűzni, hogyha rosszul értelmezik az elhangzottakat, és ez summázatként mondjuk bekerül a jegyzőkönyvbe, akkor ha az előzményt valaki elolvassa, akkor tisztán láthatja, hogy a Fidesz frakció egyik megszólalója sem arról beszélt, hogy fölösleges a fejlesztés, hogy rossz a kifutópálya meg hosszabbítása, hanem arról beszéltek, hogyha figyelemmel hallgatták volna az elhangzottakat, nem pedig komikus akciókat terveztek volna. Arról szóltak, hogy célszerű-e ezt a beruházást ilyen módon végrehajtani. A célszerűségről szólt a hozzászólásuk. Tehát ha az előírásoknak nem felelt meg régen ez a kifutópálya, és aztán a módosított előírásoknak nem felelt meg újólag, és ha most valamennyire meghosszabbítjuk majd, az jó sok pénzbe kerül, de ne adj Isten, megint nem lesz elegendő a kifutópálya hossza ahhoz, hogy betöltse azt a funkciót, amit mi itt mindnyájan szeretnénk ebben a teremben, hogy ez a repülőtér jól funkcionáljon, na, az a hiba. És hogy fölöslegesen menjen el majd esetleg több milliárd forint. Tehát ezt kellene megtalálnunk közösen, azt gondolom, hogy ezt a méregfogat kihúzzuk. Ami pedig Herring képviselő felvetését illeti, és nem a témáról szólt, hanem lefutott a kifutópályáról, hát hogy ki támogatja az M6-ost és ki nem. Voltak olyan ígéretek önöktől, hogy 2006-ra már autópályán jövünk Pécsre, akkor maradjunk ennyiben. Köszönöm. Köszönöm szépen, aztán most messze eltértünk a tárgytól.
kérem képviselőtársaimat, hogy térjünk vissza a földről a légi közlekedés feltételét biztosító repülőtérnek a tervezésére, és szeretném felhívni képviselőtársaim figyelmét, hogy a napirend továbbra is az Országos Területfejlesztési Hivatallal kötött támogatási szerződés módosításából nem beruházásnak a megvalósítása, hanem a majdani beruházásra szükséges tanulmánytervek elkészítése. Tehát nagyon kérek mindenkit, hogy ne tájékoztassa fél a közvéleményt, tehát nem arról van szó, hogy holnap nekiállunk a kifutópályát meghosszabbítani, hanem hogyha arra lesz szükség, akkor az ahhoz szükséges feltételeket tudjuk biztosítani. Egy hasonló példát hadd mondjak. Nagyon régóta sokan beszélnek ebben a városban, hogy kell villamos. Persze ebben mindenki egyetért, de azt mindenkinek nagyon pontosan tudnia kell, hogy a villamos nem úgy indul, hogy holnap kiküldjük a villamos az utcára, hanem nagyon komoly előkészített tanulmányokat kell készíteni, több 100 millió forintért adott esetben. Ez a mostani döntésünk is arról szól, hogy valóban meg tudjuk oldani azt, hogy ez a repülőtér még alkalmasabb legyen a turistaprogramnak a fogadására, és nem másról. Tehát nagyon kérek minden képviselőt, hogy szálljunk vissza most a földre, és ne a levegőbe röpködjünk. Hozzászólásra jelentkezett még Fusz Gábor képviselő úr, megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Már úgy látszik, polgármester úr látnoki képessége rendelkezik, mert most már a mai közgyűlésen másodjára mondja el az általam tervezett mondandóm lényegét, de ez abszolút nem baj, sőt én ennek örülök, mert ebből is látszik, hogy az MSZP-ben milyen nagy az összhang. Én úgy érzem, hogy ismét csak abba a helyzetbe érzem magam, hogy most teljesen mindegy, hogy van rajtunk sapka, vagy nincs rajtunk sapka, bármit teszünk, az rossz. És nagyon köszönöm el képviselőnek a felszólalásában mondottakat, hogy az a lényeg, hogy menjen a repülőtérre. Hát ez a repülőtér akkor tud menni, működni, gépek leszállnak, felszállnak, ahogy majdik képviselő mondta, hogyha megfelelők a körülmények. Én úgy gondolom, hogy akkor fognak tudni idejönni ezek a gépek, a repülőgépek, és a tűzoltóautók azért nem azért vannak, hogy Talmácsi Gábor köszöntsék, tűzoltóautók általában vészhelyzeteket szoktak elhárítani. A Pécs-Pogányi repülőtéren is ezért lennének a tűzoltók, én úgy gondolom, de majd én gondolom, hogy igazgató úr ebben engem meg tud erősíteni. Úgyhogy kérném szépen én is, hogy ennek a témának a komolyságát, ezt őrizzük meg. És itt nem 2,5 milliárdról van szó, hanem annak a tervnek az elkészítéséről, amely által a repülőtér alkalmassá válhat, annak is, hogy az önök igényeinek megfeleljen. Még lett volna egy-két gondolat, de úgy gondolom, hogy most ezt itt befejezem. Köszönöm. Köszönöm szépen, hozzászólásának között Külhegyi István, megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Képviselői minőségemben fogok megint hozzászólni. Hoppá képviselő úrtól hallottuk az imént, immár ő volt a második a Fidesz frakcióban, aki jelezte, hogy hogy ne ilyetén módon legyen megvalósítva esetleg a repülőtér. Én érdeklődve várom továbbra is a javaslatokat, hogy milyen módon lehet még a repülőteret fejleszteni, milyen módon lehet ezt a kifutópályát meghosszabbítani még, és milyen módon lehet akkor a forgalmat önök szerint növelni. Nem kaptunk még erre való érdemi javaslatokat. Én bármikor készen állok ezeket elfogadni, hogyha arra érdemesnek találom. Legyenek kedvesek, és közöljenek legalább egyetlen egy javaslatot. És javaslom, hogy most hallgassuk meg az igazgató urat, mert úgy gondolom, hogy érdekes információkat fog önökkel megosztani. Köszönöm. Köszönöm szépen, mielőtt megadnám a szót igazgató úrnak, Elv József jelentkezett hozzászólásra. Önné a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Javaslom egyébként, hogy a közgyűlés munkáját jobban figyelje Külhegyi kollega, mert mi már többször kinyilatkoztattuk, hogy természetesen elfogadható számunkra az is, ha egy magánbefektető fejezi be ezt a repülőteret. Ő építi meg, ő üzemelteti X idővel, előbb a gondolapolgármester úr is beszélt. Elképzelhető például egy fapados légitársaságnak a beszállása, a fapados légitársaság akár bázis repülőtérként is használhatná, és a többi. És ezer és egy lehetőség van. Az lenne a feladat, hogy ezt villámgyorsan megtaláljuk a megoldást. Többek között a menedzsmentnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, egyetértek el képviselő úrral. Én többször elmondtam, hogy keressük a megoldást, folyamatosan tárgyalunk befektetőkkel, érdeklődőkkel.
akik a repülőtérnek a szakmai üzemeltetését adott esetben át tudják vállalni, és a feltételrendszer tudják biztosítani. Addig is, amíg azonban ez nem történik meg, azért az önkormányzatnak, ha már létrejött ez a repülőtér, akkor a szükséges lépéseket meg kell tenni, de ez a mostani döntésünk nem zárja ki annak a lehetőségét, hogyha jövő hónapban vagy jövő év elején találunk egy szakmai befektetőt, mert zajmonitort akkor is kell telepíteni, hogyha mi üzemeltetjük tovább, vagy a saját cégünk, vagy hogyha pedig más fogja működtetni. Most ebben, még egyszer mondom, semmilyen olyan döntés nincsen, amelyik egy későbbi potenciális befektetőnek a pozícióját, vagy a átvállalását rontaná. Megadom a szót Ács Gyula ügyvezető igazgató úrnak, a Pécs-Pogányi repülőteret működtető Kft. Ügyvezetőjének. Ügyvezető úr, önni a szó. De bocsánat, elnézést előttem. Igen, késő van már. Kőhegyi István ügyrendi hozzászólásra jelentkezett. Önni a szó. Köszönöm szépen. Nem kívánom húzni az időt. Képviselőként szólok hozzá, nem ügyvezetőként. Erb képviselő úr, nem én nem figyelem a közgyűlési munkát, ön nem olvas el az előterjesztést. Ez az előterjesztés nem a beruházóról szól, nem a beruházásról szól, az előkészítéséről szól. Most nem azt döntjük el, hogy ki fogja a beruházást megcsinálni, az önkormányzat, egy magánbefektető, vagy akárkicsoda, állami pénzből, Európai Uniós pénzből, támogatásból, pályázati pénzből, bármiből. Ez a beruházásnak az előkészítéséről szól. Köszönöm. Jó, megadom a szót igazgató úrnak, és kérem, hogy ott foglaljon helyet Kővári képviselő úr környékén, és a mikrofonba szíveskedjen elmondani. Köszönöm a lehetőséget, polgármester úr, működik a mikrofonom. Nekem nincs jogom képviselőket megszólítani, ezért úgy általában szeretnék válaszolni a feltett kérdésekre. És rögtön azt avval szeretném kezdeni, hogy véleményem szerint feltenni egy jó kérdést, az már önmagában a probléma megoldásának a felét is jelentheti. De én nagyon-nagyon sok rossz kérdést hallottam most itt. Először is arra szeretnék egy néhány gondolattal kitérni, hogy a kérdések azt sugallják, hogy az a repülőtér valamiféle torzóként van itt, valamiféle fölösleges beruházásként, és főleg az, hogy ez a repülőtér nem működik. Hát kérem szépen, ez a repülőtér, ez a maga módján nagyon jól működik, elég sok gépet fogad, kisebb-nagyobb méretű gépeket fogad, és ez a repülőtér most is alkalmas arra, sőt, tökéletesen alkalmas arra, hogy 90-100 fős gépekig bármilyen típusú repülőgépet fogadjon. Tehát mi úgy gondolom, hogy azt sugallni a városnak, a környéknek, hogy ez a repülőtér nem működik, ez valamiféle nagyon nagy tévedés. Ez a repülőtér nagyon jól működik. Az, hogy ennek a nagyságrendje mekkora, ezen már természetesen lehet vitatkozni. Annak idején, amikor üzleti tervet kértek tőlünk a repülőtér működtetésével kapcsolatban, én akkor is elmondtam, gazdasági bizottságnak is, közgyűlésnek is, hogy egy ilyen típusú, egy ilyen regionális repülőtér általában 10-12 év alatt jut el odáig, hogy a működési költségei finanszírozni tudják, vagy fedezni tudják a kiadásait. Tőlem ezt már 8 hónappal az átadás után megkérdezték, hogy hol vannak a gépek és hol vannak a bevételek. Tetszenek rá emlékezni annak idején, hogy a Forma 1-jel hasonló helyzetben volt az ország, senki nem értette, hogy miért van az, hogy az egész világ veszekszik azért, és mindent elkövet azért, hogy Forma 1-es versenyt rendezhessen, csak valahol mi nem akartuk ezt csinálni, és mindig úgy számoltuk ki, hogy ez veszteséges. A repülőtér is valami hasonló helyzetben, természetesen nem veszteséges a Forma 1 sem és a repülőtér sem, csak épp az a haszna, amit most itt számon kérnek és keresnek, az nem magán a repülőtérre jelentkezik, hanem a környéken, hisz az üzleti életnek nagyon sok olyan szereplője van már most is, aki egyértelműen elmondta és kifejtette, hogy amennyiben az a repülőtér nem lenne, akkor ő már a vállalkozását elvitte volna Romániába vagy egyéb országokba. Tehát igen szép hozadéka van ennek a repülőtérnek már most is, és amikor bennünket annak idején megbíztak azzal, hogy repülőteret tervezzünk, akkor mi egy úgynevezett general aviation, tehát üzlet, általános és üzleti célú repülőteret terveztünk, és ezt én most elmondhatom a közgyűlésnek és a városnak és mindenkinek, akit érdekel, ez a repülőtér ennek a célnak tökéletesen megfelel minden vonatkozásában, felszereltségét illetően, berendezését illetően, minden szempontból tökéletes. Az idei korfui járat bebizonyította, hogy igenis van ennek a repülőtérnek ebből a szempontból és erről az oldalról is jövője.
100%-os kihasználtsággal mentek a járatok, és már most elmondom, hogy azok az irodák, akik az utakat szervezték és bonyolították, azok már a következő évben, tehát 2008-ban Törökországba, Bulgáriába és Olaszországba a Korfu megtartása mellett is indítanak járatokat. Tehát valószínű, hogy a repülőtér forgalma a néhány év alatt nagyon erősen és dinamikusan föl fog fejlődni. Természetesen nem vagyunk alkalmasak mindenre. Természetesen ahhoz, hogy ez a repülőtér komfortos legyen, hogy ki tudja szolgálni a turizmus, az érkező és az induló turizmus igényeit is, ehhez mindenképpen fejlesztenünk kell, hisz akkor, amikor a repülőteret terveztük, olyan, mint fapados légijáratok még nem is léteztek papíron sem. Tehát ezek újabb szereplői a légiközlekedésnek, és ennek a repülőtérnek, ennek gondolom meg kell felelnie. És ahhoz, hogy tovább léphessünk, ezek a beruházások, amik most itt az előterjesztésben szerepelnek, ezek feltétlenül szükségesek. Természetesen nem tudok én most szakmai kérdésekkel foglalkozni, de én már többször szóltam és többször jeleztem, hogy nagyon-nagyon szívesen kimerítő választ adunk minden olyan kérdésre, közgyűlésen és gazdaságbizottsági ülésen kívül is, ami kérdéseket ad a repülőtérrel kapcsolatban. De nem hinném, hogy most tűzoltóautókkal vagy buszokkal vagy ilyenekkel kellene foglalkoznunk. Egy biztos, hogy az előterjesztés bár nem én készítettem, de részt vettem benne, és minden egyes vonatkozásában, minden egyes porcikájában vállaljuk a felelősséget azért, hogy, és bármilyen módon vállalom a felelősséget én személy szerint is azért, hogy az abban leírtak tökéletesen helytállóak. Igen, egy repülőtér a sokba kerül. Egy ilyen repülőtér, mindig a Grácival szoktuk összehasonlítani, hisz nagyon sok párhuzam van a két repülőtér között, és a Gráci repülőtér is nagyon sok pénzébe került a városnak, ennek utána lehet nézni. Ott is hasonló viták folytak a képviselőtestületben a repülőteret illetően. És kérem szépen, a Gráci repülőtér ma a város egyik nagyon jó befizetője. Én nagyon remélem, hogy a fejlesztések, amiket most itt fölvázoltunk önöknek egy előterjesztés kapcsán, ezek a fejlesztések Pécset is elviszik egyszer oda, hogy ez a repülőtér, ez valóban befizetője is lehet a városnak, és nem feltétlenül jelenti azt, hogy a repülőtérre csak mindig pénzt kell költeni. Kik jönnek a repülőtérre? Kik használják a repülőteret? Nem tudom, polgármester úr, hogy publikus-e, hogy holnap például érkezik a repülőtérre. Nem akárki. Hát remélem, addig befejezzük a közgyűlést. Kérem? Remélem, addig befejezik a közgyűlést, amire az UNESCO főigazgatója megérkezik, és küldöttsége megérkezik a Pogányi repülőtérre. Folytassuk. Tehát hasonló szereplői a gazdasági, a politikai épület, politikai életnek itt vannak Pécset, és a repülőtér kapcsán vannak itt. És még egy dolgot szeretnék mondani, amellett, hogy részletekbe bocsátkoznék, nem tehetem meg azt, most technikai dolgokkal untassam önöket, nagyon hosszúra nyúlna. A kulturális főváros kapcsán Pécs stratégiai helyzetben van. Essen és Isztambul között valahol félúton. Teljesen nyilvánvaló, hogy ezt a távolságot csak repülőgéppel, vagy legalábbis nagyrészt csak repülőgéppel lehet áthidalni. Én arra szeretném kérni a tisztelt közgyűlést, hogy jó szívvel gondoljon a repülőtérre, még akkor is, hogyha borzasztó sok pénzbe kerül. Egészen biztos vagyok benne, és bármilyen módon ezért a kijelentésemért vállalom a felelősséget, hogy ez a város már egy kicsit most is büszke lehet, de előbb-utóbb még jobban büszke lesz arra, hogy van egy ilyen intézmény és van egy ilyen repülőtere. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. További hozzászólásra nem látok igényt. Akkor az előterjesztésről kérjük, hogy szavazzon, de mielőtt ezt megteszem, annyit azért szeretnék elmondani, hogy valóban abban azért egyetértés volt, hogy ennek a térségnek szükség van erre a repülőtérre. Lehet sok mindenen vitatkozni, lehet azon vitatkozni, hogy mennyire volt szükséges az eddigi beruházás, de úgy gondolom, hogy azért a gondolatainkat előre kéne tekinteni, és az előterjesztést ismételten szeretném felolvasni, főleg a tévénéző kedvéért, hogy miről szól. A hatalmi javaslat a következőről szól. A közgyűlés úgy dönt, hogy az Air Horizon Pécs-Pogányi repülőtér fejlesztéséért KHT és az Országos Területfejlesztési Hivatal között megkötött támogatási szerződés műszaki tartalma és forrás felhasználása módosítása kerüljön. Tehát nem új pénzről van szó, egy korábban elnyert pályázat keretében már meglévő forrást pontosan célszerűen szeretnék felhasználni, mint korábban.
Közgyűlés arról is dönt, hogy a Pécs-Pogányi repülőteret működtető Kft. Által 2006-ban az Erste Bank ZRT-vel megkötött hitelszerzésben a nagyhangár felújítási céljára előirányzott 26,83 millió forintos költségkeret helyett a hitelszerződés módosítása kerüljön úgy, hogy a felszabaduló összeg terhére az alábbi munkák kerüljenek elvégzésre. Repülőtéri burkolatok szélesítése, beruházási lebonyolítás, pályahosszabbítás, környezeti hatástanulmány elkészítése, vízépítési munkák engedélyezési terve. Tehát arról van szó, hogy ahhoz, hogy a további fejlesztéseket meg lehessen valósítani, különböző hatástanulmányokat, előkészítő munkákat kell elkészíteni, erről szól az előterjesztés, nem pedig a repülőtér azonnali meghosszabbításáról. Én kérem képviselőtársaimat, hogy próbáljuk meg az előterjesztésekben a pozitív és jó dolgokat is megtalálni, és arról is szavazni. Kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésről és adhat javaslatról. Most szavazzanak. Addig, amíg a szavazás megtörténik, szeretném önöket tájékoztatni, hogy holnap a Pogányi repülőtérre érkezik Koichiro Matsura úr, az UNESCO főigazgatója, egy küldöttség élén. Az ő látogatását többek között Tokajból sikerült ide Pécsre átcsábítani, vagy áthozni. Eredeti helyszínen az Tokaj lett volna, debreceni repülőtéren szállt volna le. Tekintete arra, hogy részben lobby tevékenység, amit állandóan hiányol Csizi Péter úr is, hogy miért nem Pécs, miért nem elég hatékony. El tudtuk azt érni, hogy Pécsre fog érkezni a világörökségi helyszíneket megtekinteni. Itt egy fontos feltétele volt, hogy a térség rendelkezzen egy repülőtérrel, ahol le tud szállni az UNESCO-nak a küldöttsége. Köszönöm szépen. 24 igen szavazattal, 2 nem és 8 tartózkodásra az előterjesztést a közgyűlés elfogadta. Tekintettel, hogy hosszú ideje tart a mostani ülésszakasz, 10 perc szünetet rendelek el. Kedves nézőink, a képviselők elfogadták az időseket ellátó szociális intézmények átszervezését, ezzel összevonták az otthonok nagy részét, de az átrendezés következő lépése majd több intézmény megszüntetése és a férőhelyek csökkentése lesz. Abban mindenki egyetértett, hogy hozzá kell látni a szociális ágazat átszervezéséhez, de a módszerekben már voltak nézetkülönbségek. A szocialista városvezetés azt mondta, ezzel nem leépíteni szeretnének, hanem az ellátást gazdaságosabbá és színvonalasabbá tenni. Az ellenzék viszont azon a véleményem volt, hogy rengeteg még a megválaszolatlan kérdés, és úgy látják, hogy az átalakításnak nem ez a legmegfelelőbb módja. Aztán döntöttek arról is, hogy több mint 600 méterrel meghosszabbítják a Pogányi reptér kifutóját, így akár 150 személyes utasszállítógépek is leszállhatnak majd Pogányban, a beruházás 2,5 milliárdba kerül. Az ellenzék azért kritizálta a tervet, mert szerintük előbb egy megvalósíthatósági tanulmányt kellett volna készíteni, amiből kiderül, hogy megtérül-e egy ekkora volumen. Beruházás. A városvezetés a fejlesztést elkerülhetetlennek tartja, azt mondják, lesz rá kereslet, a gazdaság és a turizmus fellendülését várják tőle. Most 10 perc szünet következik, utána a közgyűlés folytatja a munkát. Kedves nézőink, a szünet után folytatódik a maratoni közgyűlés. Hamarosan több az Európa Kulturális Fővárosa programot érintő kérdést is tárgyalnak a képviselők, például ilyen a Zsolnai Kulturális Negyed tervpályázatának meghirdetése, vagy Pécsváros központjának megújítása. Pedig hát elég késő is van, de a mellékletek, és hát volt egy előző döntés, ami lehet vitatni, vagy nem vitatni, mindegy. A holding koncepcióval a frakció alapvetően egyetértett, de azért itt a melléklet egy picit elgondolkodtató, hiszen és nem tudom, hogy ez hosszú távon ez a koncepció része, hogy a kulturális hát KHT-kat cégként kezelve, mivel hogy cégek, ez igaz, de hát nyilvánvaló, hogy az ínség hozta őket létre, és hát azért szerveződtek át intézményből gazdasági társasággá, mert ez az önkormányzat számára így előnyösebb volt, de hát egy különleges funkciót látnak el, mint a harmadik színház,
poszt, hát a poszt az egészen megdöbbentő számára. Pécsi Országos Színházi Fesztivál, Szopiane Örökség, KHT, és hát ebben a mellékletben van az Európa Centrum Regionális Európai Információs és Oktatási Központ, KHT, amiről úgy tudom, hogy már nem ez a neve, tehát megváltozott és más feladatokkal és névvel van ellátva. Úgyhogy ezt a mellékletet szeretném, hogyha értelmezni valaki, hogy ez most mire vonatkozik. Ha az a vizsgálat, illetve azok a gazdasági adatok szükségesek, amelyek a holding előkészítéshez kellenek, hát ez nyilvánvaló, de hogyha az a cél, hogy ezek a cégek valamennyien így, ahogy vannak, bekerüljenek a holdingba, egy a gazdasági társaságainkat hát tömörítő holdingba, akkor én azért ezt a koncepciót talán megfontolásra hát vissza utalnám még egyszer. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, frakcióvezető asszony, szeretnék most válaszolni a kérdésére. Az előterjesztésnek ez a melléklete azokat a gazdasági társaságainkat sorolja föl, amelyek egyáltalán az integrált vállalatjelentési rendszerben számításba jöhetnek. Ez nem azt jelenti értelemszerűen, hogy ezeket a társaságokat mindenképpen bevonjuk ebbe a egységes vállalatjelentési rendszerbe. Adott esetben az is elképzelhető, hogy a közgyűlés úgy dönt majd a elemzés alapján, hogy a tulajdonosi jogoknak a gyakorlását adja át az egységes vállalatnak, és nem pedig bevonja ebbe a rendszerbe. Ez majd az elemzések alapján és a mérlegeléseket követően történik meg. A közgyűlés fog ebben a kérdésben dönteni, hogy melyek fognak beintegrálódni az egységes vállalatjelentési rendszerbe, és melyek lesznek azok a cégek, amelyek esetében vagy a közgyűlés, vagy pedig, ha nem a közgyűlés, akkor pedig a létrejövő vállalat fogja gyakorolni, vélelmezhetően vagy várhatóan adott esetben ugyanolyan jól, vagy még jobban a tulajdonosi jogokat és érdekeket ebben a rendszerben. Tehát ez a döntés még nem azt jelenti, most a vizsgálatra adunk felhatalmazást ennek az előterjesztésnek a keretén belül. Köszönöm szépen, Retter Zoltán képviselőnek adom meg a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, hosszú hallgatást török meg ma. Szeretném megnevezni a részünkről azt, akit delegálnánk az előkészítő bizottságba, Mindum Károly volna képviselőtársam. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Juhász István, Lengvászki Attila és Révész Mária jelentkezését látom, megadom a szót Juhász István úrnak. Köszönöm, polgármester úr. Én azt kérem, hogy szólhassak a végén, mint a gazdasági bizottság elnöke, hiszen miután meglesznek a személyi kérdések, azért egy 2-3 mondatot szeretnék elmondani az előttünk álló feladatokról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Lengvászki Attilának adom meg a szót. Köszönöm szépen, polgármester úr. Az Összefogás Pécsért Egyesület Kővári János frakcióvezető urat jelöli a társaságba. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megadom a szót dr. Évész Máriának. A Fidesz-KDNP frakció dr. Mikes Évát jelöli ebbe a holding bizottságba. Köszönöm szépen. Az MDF gondolom dr. Füredi Pétert jelöli, mint egyedüli képviselőt. Jó, közben itt jelzik a kollégáim, hogy a delegáló személy, a delegált személy az csak testeti tag, tehát képviselő lehet a koncepció, a előterjesztés érdekében, úgyhogy kérem, hogy a Fidesz ezt gondolja át. Füredi Péternek adom meg a szót. Köszönöm, polgármester úr. Hát sajnálattal veszem tudomásul én is, hogy csak képviselőt lehet, úgyhogy kénytelen vagyok magamat jelölni. Köszönöm szépen. Révész Máriának adom meg a szót. Én is sajnálattal veszem, mert azt gondolom, hogy talán célszerűbb lenne szakembereket jelölni ebbe a bizottságba. Így akkor mi is a képviselők közül jelölünk, és Trombitás Károlyt jelölöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez a testületi munka előkészítését jelenti. Természetesen valamennyi frakció vagy képviselettel rendelkező szervezet a felkészüléséhez szakértőket, illetve szakértői segítséget igénybe vehet. Köszönöm szépen, további hozzászólás. Megadom a szót Juhász István bizottsági elnök úrnak. Köszönöm, polgármester úr.
Köszönöm szépen a képviselőtársaimnak is a jelölést, és először szeretnék elnézést kérni a Gazdasági Bizottság képviselőitől és a Fidesz frakciótól is azért, hogy ez kiosztásos anyagként került a mai napon megtárgyalásra. Ebben valószínűleg mindegyikünknek, nem önöknek, nekünk, a mi oldalunknak és az apparátusnak is vannak hiányosságai. Kérem szépen, hogy ha megtehetik, akkor ezen emelkedjenek most felül, hiszen egy olyan ügyről van szó, ami már nagyon régóta téma a városban, nagyon sokszor beszéltünk róla, sőt már közgyűlési döntések is születtek ebben a kérdésben. És hogyha ennek a közgyűlési határozatnak a pontjait, mind az öt pontot elolvassuk, az ötödikben most a delegált személyek neveit is kijelöltük, marad a négy pont, mind olyan célok és általános célok vannak leírva, de most már határidőhöz kötve, amelyek együtt önökkel közösen teljesíthető. Magam is eljutottam már arra a megállapításra, hogy döntenünk kell ebben a kérdésben, mert bármennyi hónapon keresztül, bármennyi héten keresztül még végezhetünk szakértői vizsgálatokat, készíthetünk tanulmányokat, attól nem fogunk előbbre jutni. Higgyék el, hogy a gazdasági élet területén a szakemberek léteznek olyan képességekkel, akik ezt az egész egységes vállalatirányítási rendszert megalapozzák és létrehozzák. Magam egyébként úgy gondolom, hogy erre a PVV ZRT menedzsmentje és vezetése jó alapot szolgáltat, és mi megtesszük képviselőként azokat a kéréseket, azokat az észrevételeket, ami számunkra és az általunk képviselt szervezetek számára is fontos. Én köszönöm szépen, és kérem, hogy fogadják el a bocsánatkérésemet, elnézéskérésemet, és támogassák ezt az előterjesztést. Fussunk neki ennek az előterjesztésnek egy politikai konszenzussal. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. További hozzászólásra nem látok igényt. Akkor két szavazás következik ismételten. Először azt javaslom, hogy ügyrendi szavazással arról döntsünk, hogyha a hatalmi javaslat 5-ös pontjában szereplő személyekről, illetve a többi pontról együtt szavazzunk. Az 5-ös pontban akkor elismételném a neveket. A jelöltetőn szereplő Tasnádi Péter, Tóth Berta, Juhász István és Varga Péter mellett az SZDSZ képviseletében Mindunk Károly, az Összefogás Pécsért Egyesület képviseletében Kővári János, a Fidesz-KDNP frakció képviseletében Tolmítás Károly és az MDF képviseletében dr. Füredi Péter kerülne megnevezésre és megválasztásra. Kérem, hogy szavazzunk arról, hogy az öt névről egy pont, egyben szavazzunk a többi ponttal együtt. Kérem, hogy most szavazzanak. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 34 igen szavazattal, nem szavazat nélkül egy tartózkodás mellett az indítványt a közgyűlés elfogadta. Most pedig kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésről és a hatalmi javaslatról. Most lehet szavazni. Köszönöm, megállapítom, hogy 33 igen, nem szavazat nélkül, két tartózkodás mellett az előterjesztést a közgyűlés elfogadta. Rátérünk a következő napirendre, melynek címe a Zsolnai kútra és negyed tervpályázatának meghirdetése. Tájékoztatom önöket, hogy kiosztásra került egy pontosítási jegyzék, amely a tervezési program szempontjából csak a mellékletét képező 80 oldalas dokumentációt érinti. Kérem, hogy ennek véleményvételét kerüljön elfogadásra a tervpályázat. Ezen kívül a hatalmi javaslatban szereplő díjazás mértékét kérjük, hogy az ott szereplő 23,6 millió forintról a testület emelje meg 27 millió forintra Horváth András építészkamarai elnök úr kérése alapján. Végül kérem, hogy a testület a kiosztott módosítási jegyzék utolsó oldala szerint fogadja el a bírólóbizottság tagjait, illetve a frakcióvezetői egyeztetésnek megfelelően tegyen javaslatot a bírólóbizottság önkormányzati szakértőire. Szóbeli kiegészítésem az előterjesztéshez ennyi volt. Megkérdezem önöket, hogy kívánnak-e az előterjesztéshez hozzászólni. Megadom a szót dr. Better Zoltánnak. E,
Tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés, a bírálóbizottságba szeretném javasolni Brettel Zoltán. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megadom a szót Hoppá Péter, Lengvászki Attila, dr. Füredi Péter uraknak sorrendben, elsőként dr. Hoppá Péternek. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Tisztelt közgyűlés, újabb, fontosabb stációjához érkezett a kulturális főváros program tervezése. A Zsolnai Kulturális Negyed, mindnyáján tudjuk, hogy a legnagyobb projektje, kulcsprojektje lesz a kulturális fővárosi beruházásoknak. Nagyon nagy pénzt fog felemészteni, és nagyon nagy átalakításokra lesz szükség a hajdani gyárterületen. Azt láthatjuk, hogy az előttünk lévő elég vaskosnak mondható előterjesztés nagy szakmai munka eredménye. A Kulturális Bizottság ülésén, amikor bekerült az anyag, akkor még nyersebb arcát mutatta. Ennek következtében elég élénk vita bontakozott ki néhány ügy kapcsán, ami belekerült a tervpályázatba. Azonban részben az akkor még benne volt hibák pontosításra kerültek, részben pedig a most kiosztott módosítási jegyzékben olyan kitételeket találtunk a frakció egyeztetése kapcsán, amely kitételekkel úgy néz ki, hogy egyet tudunk érteni. Tehát nagyon fontos az, hogyha az egy kulcs projektben az épület hasznosítása kapcsán a tervezett funkciókról beszélünk, akkor tiszta képletet lássunk, hogy milyen funkciókat szeretnénk elvárni, hogy a majdani átalakítások, épületépítés, átépítése kapcsán, hiszen a Zsolnai negyedben úgynevezett barnamezős beruházás történik, ipari területen régi épületek átalakítása zajlik, és új funkciókat fognak kapni részben. Részben pedig magát a termelést is ugye át kell majd telepíteni. A kérdőjelünk éppen itt az utóbbi mondathoz kapcsolódik, hiszen a Zsolnai gyár jelenlegi vezérigazgatója úgy nyilatkozik, hogy a 24. órában vagyunk, utolsó pillanatában van a költözés esélye. Tehát, hogyha a termelést nem tudjuk időben a tervezett végleges helyszínére költöztetni, nem indulhat meg az a munka, ami az átköltöztetést illeti, akkor bizony maga a Zsolnai gyár működésének a veszélyeztetettsége foroghat kockán, hiszen az idő az sajnos múlik, és 2010 egyre közelebb van hozzánk, és a termelés átköltöztetése nehéz feladat. A funkciók között egy ilyen multifunkcionális kulturális negyedről beszélünk, van ennek egy északi területe, ugye a Zsolnai Vilmos utca páratlan oldalán, és van egy déli területe a páros oldalon. A páros oldal déli területében ugye a Pécsi Tudományegyetemmel gondolkodunk már a pályázat megírása óta. Erről van szó, hogy oda bizonyos funkciók, a művészeti kar bizonyos képzési funkciói bekerülnének. Az előttünk álló előterjesztés és a módosítási jegyzék is tartalmazza a képzőművészeti stúdiumokon kívül a zeneművészeti képzésnek a Damjanich utcai mai központból való áttelepítését, amennyiben ezt az érintettek tudomásul vették és elfogadják, azt gondoljuk, hogy ez is támogatandó lehet. A felületek és a területek tervezésénél a tervpályázatban a négyzetméterek kalkulációja, gondolom, hogy még részben majd azért alakulhat és változhat, hiszen itt gondolom, hogy fokozatos és folyamatos egyeztetésre lesz majd szükség. Amit azonban üdvözlünk, az, hogy a most kiosztott jegyzékben szerepel egy olyan pontosítás, ami hát a legnagyobb problémánkat, ami a Kulturális Bizottság előtt adva volt, ezt most leveszi a napirendről. De engedjék meg, hogy ezt meg is említsem, hogy mi volt. Az épületek egyikének tervezett funkciójaként a Zsolnai Design Központot, avagy
opcionális lehetőségként a Pannon Filharmonikusok székházát írta be az előterjesztő. Úgy gondoltuk, hogy a Pannon Filharmonikusok székháza az a tervezés első fázisában is, és az önkormányzat közgyűlésének határozott értelmében is a hangversenyterem és konferencia központban van, és a mai napig úgy tudjuk és úgy szeretnénk, hogy ott legyenek elhelyezve, úgyhogy úgy éreztük, hogy nem indokolt, hogy itt megnyissunk egy olyan utat, olyan kaput, amelyik esetleg majd nehezítheti a hangversenyterem és konferencia központ későbbi megvalósításának kérdését. Itt, mivel ez kikerült, ma már nem beszélünk tehát akkor arról az előterjesztés kapcsán, hogy a Pannon Filharmonikusok egyébként igényes elhelyezési körülménye az is beszorítva, bepasszírozva volna a Zsolnai Kulturális negyedbe, amit elég nehéz lett volna négyzetméter felületekkel is egyébként elképzelni, hiszen a korábban említett csak képzőművészeti stúdiumok mellett, hogyha a zeneművészeti képzés is bemegy az épületbe, a déli övezetbe, akkor amellé már roppant nehéz volt elképzelni, hogy még egy szimfonikus zenekari székház is elférjen. Úgyhogy mindent összevetve úgy tűnik, hogy néhány kérdőjel maradt, azonban az utóbbi 10 napban olyan hajrát futott a stáb az előkészítésben, ami valóban részünkről is alkalmasabbnak látszik sokkal inkább a megvalósításra, mint ahogy ezt a bizottság elébe terjesztett anyagban láthattuk. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, megadom a szót Lengvászki Attila képviselő úrnak. Köszönöm szépen a szót. Jelölni szeretnék az Összefogás Pécsért Egyesület részéről a bíráló bizottságba Dévényi Sándor urat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretném jelezni, hogy nem a bíráló bizottságban, hanem a bíráló bizottság önkormányzati szakértőjére teszünk javaslatot, tehát Bretter Zoltán és illetve az ön által javasolt is a önkormányzati szakértőket nevezünk most meg. Köszönöm szépen. Dr. Füredi Péternek adom meg a szót. Köszönöm, polgármester úr. A Magyar Demokrata Fórum nevében szeretnék szakértőt ajánlani, javasolni. Én remélem, hogy itt, ami van az előterjesztésben, hogy önkormányzati képviselő az egy elírás, mert úgy gondolom, hogy szakértőt képviselőn kívül is lehet találni. Én Blassauer György tervező építészmérnököt javaslom. Köszönöm szépen, megadom a szót dr. Kunz Márta bizottsági elnök asszonynak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én szeretnék pár szóban köszönetet mondani azoknak, akik elkészítették ezt a tervezést. Akivel találkozom, mindenki aggodalommal kérdezi tőlem, hogy készen lesznek-e ezek a beruházások, kollega, egyetemi hallgató, szomszédasszony és utcai járókelő, hogy vajon hogyan haladnak az LKF előkészületek, és azt gondolom, hogy az a két anyag, amit ma tárgyalunk, és aztán azok a megvalósíthatósági tanulmányok, amik majd be fognak jönni hamarosan a Kulturális Bizottság, illetve a közgyűlés elé, egyértelműen jelzik azt, hogy itt nagyon komoly előkészítő munka folyik, és tényleg most ráfordultunk már az építészeti előkészítés és a megvalósításnak az időszakára, és hát hihetetlenül szoros menetrendben, de tényleg mindenki a megfelelő munkát elvégezve azt gondolom, hogy olyan anyagot tett le, ami méltó a kulturális fővárosnak a szelleméhez. Úgyhogy én tényleg azt gondolom, hogy a KHT munkatársai valóban a helyzet magaslatán álltak, és szeretném felhívni a pécsi polgároknak a figyelmét, hogy olyan összetett az anyag, hogy természetesen ezt mi részletesen nem tudjuk itt ismertetni, de rajta vannak a közgyűlési napirendek között a nyilvános anyagokon, tehát interneten mindenki számára hozzáférhető, akik érdeklődnek a programok iránt, vegyék a fáradtságot, nyissák ki ezeket az előterjesztéseket, mert itt igazán részletesen például a Zsolnai Kulturális Negyednek az elképzelt funkcióit megtalálhatják, és most már akkor felsejlik, hogy miről beszélünk mi itt nap mint nap, és azt is láthatják ezekből az anyagokból,
ütemtervel együtt, hogy ezek meg fognak valósulni. Úgyhogy én szeretném felhívni a nagyközönség figyelmét, hogy nézzék meg ezeket az anyagokat, tájékozódjanak, és remélem, hogy egy csöknyi megnyugvás lesz akkor számukra is, hogy időben el fogunk készülni, és ragyogó Európa kulturális fővárosa évünk lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megadom a szót Révész Mária frakcióvezető asszonynak. Nem tudom osztani ezt az optimizmus sajnos, amit bizottsági elnök asszony mondott, mert megnézve ezt az anyagot, aminek a szakmaiságát és a előkészítettségét egyáltalán nem vitatnám, csak hát nem lehet elvitatni attól a ténytől, hogy nincs az önkormányzat tulajdonában az egész terület. A Zsolnai gyár területe az 38.160, vagy legalábbis van egy olyan terület, ami a Zsolnai gyár termelése folyik, és ez 38.160 négyzetmétert foglal magába, ez osztatlan közös tulajdon a Zsolnai örökség KHT és a Zsolnai manufaktúra között. És hát van egy terület, amely kizárólagosan a Zsolnai, illetve még két terület, amelyek lényegesen kisebbek, kizárólag a Zsolnai manufaktúra az ERT tulajdonában vannak. A program arra épül, hogy az üzemterület följebb költözik, és a jó részt műemlék jellegű épületek kapnak más funkciót. Kezemben van egy újságcikk, egy gazdasági újság, amelyben a Zsolnai gyár igazgatója nyilatkozik arról, hogy a program megvalósításának a feltétele az, hogy megtörténjen a költözés, és hát ennek az előkészítése, a tervezés és szükséges engedélyek beszerzése szerinte 15-16 hónapot vesz igénybe, majd az építkezés és az átköltözés szűken számítva 10-12 hónapot, és én azt gondolom, akkor tényleg nagyon optimistán számolt, amikor ezeket a számokat mondta. És azt viszont még nem tudni, hogy mikor rajtolhat a beruházás. Ugyanis azt kellene tudni, hogy megvannak azok a financiális feltételek, amelyek a gyár költözését fedezni tudják. Mikor kezdhet költözni a gyár, tehát mikor kezdődik az a folyamat, ami majd előkészíti tulajdonképpen a Zsolnai kulturális negyednek a megvalósulását. Természetesen ehhez el kell indítani, ettől függetlenül tudom, hogy el kell indítani ezt a tervpályázatot, és ezzel nincs is semmi probléma, csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy közben vannak komoly feladatai az önkormányzatnak. Nem tudom, lehet, hogy polgármester úr tud valamit, akkor legyen szíves, ossza meg velünk, hogy hogyan ez a dolog, hiszen múltkor a magasháza kapcsolatban a gyár hitelkiváltásával ról beszélve a magasháza kapcsolatban, pontosan említett egy konstrukciót, nem tudunk erről semmit, nyilván az előterjesztés erről nem szól, de hát ezek a dolgok nagyon szorosan összefüggenek. Ezt szerettem volna megemlíteni, és jelezném, hogy bár az előterjesztésen bekerült Hoppá Péter önkormányzati képviselő a bizottságba, de szeretném megerősíteni, hogy a Fidesz frakció őt, mint a terület önkormányzati képviselőt jelöli. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, frakcióvezető asszony. Megadom a szót Kablár János tanácsnok úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. A beruházások kapcsán bűnmegelőzési kérdések is felmerülhetnek, felvetődhetnek. Ezért mind a két beruházási bírálóbizottság szakértői sorába javasolnám dr. Schmidt József urat, képviselő urat, aki az albizottság, illetve közbiztonsági tanács elnöke. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hozzászólással jelentkezett Nyögér Lajos. Megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én is csak a bírálóbizottság szakértői tagjára szeretnék jelölést tenni. Ugyanúgy, ahogy Hoppá Péter képviselő úr is szerepel, így az MSZP részéről Siklászló Lajos képviselő úr is szerepel. Őt szeretném megerősíteni, hiszen a terület a képviselő úrral határos önkormányzati választókerületet foglalja magában, így érinti az ő választókerületét is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Faszület úr. Megadom a szót Neisser András alpolgármester úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én is egy nagy jelentőségű dolognak tartom ezt az előterjesztést. Gondolva a polgármester úr az előbb két mondatot váltottam. Tehát annyit azért hozzá kell tenni ehhez a dologhoz, hogy a Kulturális Bizottság ülésén is szóba került, hogy
az a tervezési program, amelyik itt most megjelentésre kerül, ez tulajdonképpen egyfajta elgondolásrendszer, tehát nem ez a végleges okvetlenül, mert hiszen ennek még számos kiegészítése kell, hogy legyen megvalósíthatósági tanulmánya azoknak az intézményeknek, amelyeknek a neve most itt szerepel. Tehát kérem, hogy ezt így vegye tudomásul mindenki, tehát hogy ez egy tervezett valami, ami még módosulhat a közeljövőben. Ezt fontosnak tartottam elmondani, mert hiszen még az egyeztetések itt nem zajlottak le véglegesen. E tekintetben, hogy ezek mint intézmény megalapulnak-e többek között kortárs művészeti központ. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További hozzászólásokra én nem látok jelentkezést. Révész Mere frakcióvezető asszony kérdésére szeretném azt elmondani, hogy tárgyalások folynak folyamatosan a gyár átköltöztetésével kapcsolatos finanszírozás megoldására, és én jó esélyt látok arra, hogy december 15-ére mire a végleges tanácsadói tenderek is elkészülnek, valamennyi nyitott kérdésben ezt meg tudjuk oldani. Több alternatívát vizsgálunk, ennek részben egyes elemei a gyári igazgatójának a tolmácsolásában is már megjelentek a sajtóban. Én bízok benne, hogy bármelyik alternatívát sikerül megoldanunk, a gyár költöztetését meg tudjuk még ebben az évben oldani. A további hozzászólásai nem látok igényt. Akkor szeretném pontosítani, hogy a javaslatok a bírálóbizottságba az önkormányzat által delegált szakértők, tehát nem bírálóbizottsági tagok, hanem szakértők, az SZDSZ részéről dr. Better Zoltán, az Összefogás Pécsét Egyesület részéről Dévényi Sándor, az MDF részéről Blassauer György, jól írtam fel, és a Fidesz és a MSZP részéről pedig dr. Hoppá Péter és Sik László Lajos, tehát ezek a javasolt személyek. Ügyrendi szavazás következik arról, hogy a személyekről együttesen a hatáti javaslattal együtt szavazzunk. Kérem, hogy először az ügyrendi indítványomról szavazzunk. Ja, igen, bocsánat. És Schmidt József a Közbiztonsági Bizottság részéről ebben a bírálóbizottságban és szakértői tagként kerüljön megválasztásra. Tehát ügyrendi szavazás következik arról, hogy a nevekről együtt és a többi határozattal együtt szavazzunk. Ja, bocsánat, elnézést, állítsák le a szavazást. Révész Máriának adom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Itt volt egy kialakult rendszer és egy egyensúly, amelyet fölborított a biztonságpolitikai vagy ilyen tanácsnok úrnak a jelölése. Hát akkor, hogyha ennyire komolyan veszük a dolgot, akkor én a kisebbségi tanácsnokot jelölöm, biztos, hogy kisebbségügyek is föl fognak merülni, és szerintem egészségügyi problémák is fölmerülhetnek, úgyhogy talán az egészségi tanácsnokot is jelöljük. Tehát azt mondom, hogy nem kéne egy rendszert szétverni, ez egy nagyjából logikus konstrukció volt. Minden oldal jelölt az egyéni önkormányzati képviselőket, ilyen alapon tényleg be lehet uszakolni ide bárkit. Úgyhogy kérem az önmérsékletét Gabár képviselőnek, és szeretném kérni, hogy vonja vissza ezt a javaslatát. Köszönöm. Köszönöm szépen, megadom a szót Nyögér Lajos frakcióvezetőnek, ügyrendi kérdésben. Köszönöm a szót, polgármester úr. Hát ugye ez már a második a mai nap folyamán. Azt hiszem, akkor azért csak sikerül megtanulni majd, hogy egyrészt közbiztonsági tanácsról van szó, másrészt ugye, hogy miért Schmidt Józsefet javasoltuk, vagy javasolta Kablár képviselő társunk. Nem ragaszkodnánk mi Schmidt Józsefhez, ugye, csak hogy a szavazásnál most személyt kéne jelölni, és ezt azt hiszem a közbiztonsági tanácsból mással nem sikerült egyeztetni, tehát ezt ezért nem tudnánk megtenni. Azonban felhívnám arra a figyelmet, hogy az összes többi előterjesztésnél, ami már hasonló tárgyon foglalkozott, nem vetődött fel sem az egészségügyi, sem a szociális, sem az összes többi tanácsnoknak a felvétele. Azonban a közbiztonsági tanács mindegyikben jelen van. Azt hiszem, hogyha az akkor elfogadható volt, ez most sem hinném, hogy problémát okoz. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy elég népes a résztvevők sora, hogy a megválasztott szakértők azért menjenek el
ezekre a megbeszélésekre, mert azt hiszem, igazából nem annak van jelentősége, hogy kit választunk be, és itt kit szavazunk meg, hanem annak van jelentősége, hogy ki vesz részt, és esetleg ezt a munkát ki tudja segíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, megadom a szót dr. Révész Máriának. Köszönöm a szót. Nem értem, ebben az anyagban nincsen benne sehol az írásos anyagban, ami a számítógépen látható a közbiztonsági tanácsnak. Az van, hogy szakértők dr. Illés Ügy, Bagoly Attila, Mészáros András, Gonda Tibor, és utána pont-pont-pont önkormányzati képviselők. Miután itt kialakult, hogy minden oldal jelölt egy-egy önkormányzati képviselőt, azt gondoltam, hogy a dolog rendben van. Nem tudom, miért kell ezt a dolgot erőltetni, hogy mindenhol legyen benne a közbiztonsági tanácsnak. Bum, megtanulom, hogy közbiztonsági tanácsnak. Annyi tanácsnak van, hogy este 10-kor az ember már igazából hát nem fordít erre olyan nagy gondot. Egyébként meg teljesen mindegy, hogy hogy hívják, mindenki tudja, hogy miről van szó. Tehát ebben a rendszerben szerintem ez egy erőltetett dolog lenne, mert ezen az alapon, hogyha nem értette a képviselő az iróniát, azt mondtam, hogy akkor a szociális tanácsnak ott, meg az egészségügyit, meg nem tudom még milyen, azt informatikait is, meg a lakásügyit is bele lehetne tuszakolni. Ha akarják, hát tegyék, mert tényleg nincs jelentősége, de hogyha egyszer van egy rendszer, nem tudom miért kell azt szétverni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ügyrendi válaszra, hozzászólásra jelentkezett Nyögéri Lajos, önni a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Ez délelőtt sem ment már, tehát nem csak az esti órákban nem megy. Azt kérdezném jegyzőasszonytól, hogy arra van-e lehetőség, hogy most csak a közbiztonsági tanácst ott fogadjuk el, hogy részt vesz ebbe a munkába, és természetesen szakértőt, aki nem köthető az MSZP színeihez, jelölnénk meg. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen. Tehát akkor nem sem a biztonságpolitikai, nem a közbiztonsági tanácsnokról van szó, hanem a közbiztonsági tanácsra, amelyik egy testület, annak a delegálási jogáról van szó, és arra nincs lehetőség, hogy úgy általában a tanácsot nevezzük meg. Én is azt hittem, hogy lehet azt, hogy a tanács által hónap megnevezendő személy, de ez se eleget, ezért éppen ezért személyt kell megnevezni ezen frakcióvezető úrnak. Dr. Révész Máriának adom meg a szót. Komolyan mondom, nem értem, hogy kinek jutott, vagy miért jutott ez most valakinek eszébe este 10:30-kor, hogy van egy előterjesztés, itt van a számítógépen, ki van osztva, írásban, stb. És akkor erre kitalálja, hogy a közbiztonsági tanácsnak legyen benne egy képviselő. Nem tudom, hol van erre a határozat, hogy minden bírálóbizottság szakértőjeként ott kell lenni a közbiztonsági tanács egy képviselőjének, mert ez most úgy hatott a frakcióvezető úr szájából. Szerintem ennek semmi értelme nincs, úgyhogy ne raboljuk már egymás idejét ilyen 11-kor ezzel. Jó. Nyögéri Lajosnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Csapó István úrat jelölnénk meg a közbiztonsági tanács részéről, aki tagja ennek a tanácsnak. Csapó István. Köszönjük szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megadom a szót dr. Hoppál Péternek. Köszönöm a szót, polgármester úr. A Bírálóbizottság összetétele című előterjesztési oldalon láthatóak, hogy vannak a Bírálóbizottságnak van egy elnöke, vannak tagjai, van póttag, és vannak bizottsági szakértők. A bizottsági szakértőkről beszélgetünk most, és hát itt ugye az előterjesztésben két politikai erő, két önkormányzati képviselő jelölése volt. Persze bármelyik politikai erő jelölhet, és bármilyen nagyra felduzzasztható ez a létszám, de hát arra is gondoljunk, hogy majd össze is kell hívni, és kezelni is kell tudni egy felduzzadt testületet. Kérdéses, hogy ekkora létszámmal érdemes-e dolgozni. Köszönöm szépen, megadom a szót Révész Mária frakcióvezető asszonynak. Szeretnék választ kapni a frakcióvezető társamtól, hogy honnan jött az ötlet, hogy a közbiztonsági tanácsnak itt jelölnie kell. Mert hogy az előterjesztésben nincs ilyen, a határozati javaslatban nincs ilyen, hát világosítson már fel, hogy ez most miért jött elő. Jó, mert akkor lehetett volna azt mondani, hogy ha az MSZP akar még egyet ebbe a bizottságba, legyen még egy MSZP-s képviselő, boom. De hogy a közbiztonsági tanácsnak most ez itten hogy került előtérbe, ez ennek nincs magyarázata. Lehet, hogy a késői óra az oka. Mielőtt megadom a szót Kablár Jánosnak, aki a javaslatának az indoklását nekem még egyszer tegye meg, következőt szeretném elmondani.
szavazást fogok elrendelni a közbiztonsági tanács képviseletében Csapó István jelölésével kapcsolatban. Azt követően pedig egy másik szavazást fogok elrendelni, hogy az eredetileg kiosztott előterjesztéshez kapcsolódóan, ahol csak két név került a Bírálóbizottság szakértői tagjainál kihagyásra, a két név az MSZP és a Fidesz részéről megnevezésre került az előterjesztésben, és egy tegnapi politikai konszenzus eredménye volt az, hogy nem csak ez a két párt, hanem a közgyűlésbe képviseltel rendelkező más szeretek is jelöljenek, tehát további három névvel bővül. Erről is módosító szavazást fogok elrendelni, mert ez is egy újabb a korábban kiosztottakhoz, és a végén pedig az egészről egyszerre fogunk szavazni. Megadom a szót Kablár Jánosnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. A közbiztonság kérdése a várospolitika szerves része. Nagyon fontos, hogy azokon a helyeken, ahol rengeteg turista megfordul majd reményeink szerint 2010-ben vagy azelőtt, sőt azt követően is, a közbiztonság megnyugtató módon rendeződjön. Kell, hogy legyen a szakértők között olyan ember, aki ezt figyeli, hogy ezek a kérdések mennyire valósulnak meg a tervezés, illetve a kivitelezés során. Én azt gondolom, én tagja vagyok az uránvárosi fejlesztésnél a szakértőként természetesen a bíráló bizottságban. Soha fel nem vetődik, elég gyakran veszek részt ezen a bizottsági ülésen, soha fel nem vetődik, hogy most ki honnan, milyen pártból, milyen szimpatizáns. Nem is értem, hogy milyen egyensúlyról beszélünk akkor, amikor itt abszolút beruházási szakértőkről kellene vitatkoznunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megadom a szót dr. Évész Máriának. Félreért a képviselő úr. Én nem politikai, vagy nem tudom milyen szempontból kifogásoltam. Egyszerűen arról beszéltem, hogy itt van egy előterjesztés, van egy rendszer, ebben nem szerepel semmiféle közbiztonsági tanácsnok, meg tanács, meg semmiféle ilyen delegáció. Egyszerűen az van, hogy képviselőket lehet jelölni. Tehát ezért lepődtem meg, mert hogyha az a koherens rendszer, hogy valamikor eldöntöttük, hogy minden ilyen bizottságban szerepeljen ilyen-olyan-amolyan tanácsnok, akkor nyilván van egy ilyen jelölés. De hogy ez most itten előkerül, és egyszer csak ennyire fontossá válik, hogy a közbiztonsági tanácsnok legyen ott, amúgy tényleg nincsen semmi jelentősége, csak nem értem az egésznek az indokát. Lehet, hogy mégiscsak van valami jelentősége, csak hát én egy csekély értelmi medve, bocs vagyok ilyenkor 10:45-kor már ennyi napirend után, úgyhogy nem tudom ezt a csavaros észjárást követni. Köszönöm. Frakciózető asszony, a politikát ebből a kérdésből úgy gondolom most nem Kablár János hozta be, hanem ő. Emlékeztetném, mint hogy a korábbi tervezeti Bizottságnak a szakértői között is szerepelt a közbiztonsági tanácsnak a képviselője, tehát nem most találtuk föl a csőben a lukat, hanem a korábbi előterjesztésekben is szerepelt a közbiztonsági tanácsnak a képviselője, nem politikai delegátként, hanem a közbiztonsági tanács tagjainak a delegátjaként. Kablár János elmondta egyértelműen, hogy javasolja, miután a korábbi pályázatoknál ennél is a közbiztonság egy fontos szempont, hogy közbiztonsági tanács képviseletében javasolja egy személyt. Ez a módosító indítvány már módosításra került, hogy nem Schmidt József, nehogy azt mondhassák, hogy a MSZP-nek a képviselője, hanem a Csapó István nevét teszem föl szavazásra, aki a PVVRT-nek a biztonsági főnöke, nagy valószínűséggel nem vádolható párthoz kötődésről, vagy nem tudunk róla, tehát ne nézzünk bele most pártkötődést. Tehát legelőször erre vonatkozóan tenném fel a szavazásra a kérdést, azt követően pedig a többi személyi javaslatról egybe tenném fel a kérdést, ha amennyiben a közgyűlés megszavazza azon ügyrendi indítványomat, hogy a nevekről egybe szavazzunk, de a közbiztonsági tanácsnak a személyi javaslatát azt megelőzően külön meg fogom javaslatni, hogy egyet ért vele a tisztelt testület, vagy nem ért vele a testület egyet. Frakcióvezető asszony, jön a szó. A végképp nem értem, szóval akkor a közbiztonsági tanácsnak van itten jelölési joga, mert ebből az derült ki, amit a polgármester úr mondott.
Kedves Laci, ahogy azt szerettem volna mondani, azért nyomtam meg azt a gombot, mert akkor bele kell venni az előterjesztésbe és a határozati javaslatba, aztán akkor minden megy a maga útján. De hogy most itt valakinek eszébe jutott este 21-kor, hogy át a közbiztonsági tanácsnok annak ott a helye, hát ezt tartom viccesnek. Úgyhogy akkor tessék belevenni az előterjesztésbe, és akkor az előzetes egyeztetések során az ember tudja, hogy miről van szó. Köszönöm. Kedves frakcióvezető asszony, hogy bizonyára, amit ön is mondott, hogy 11 óra van és fáradtak vagyunk, ön is, én is. Szeretném pontosítani. Nincsen delegálási joga a közbiztonsági tanácsnak, a korábbi pályázatoknál szerepelt az ő delegátjuk is, ezért volt Kablár Jánosnak egy módosító indítványa, hogyha korábban már volt erre példa, akkor ennél a tervpályázatnál is a közbiztonsági tanács teljesen javaslatot. Arra sincs a jogosítványa senkinek, hogy az önkormányzati szakértői képviselőket 2-ről 5-re, 6-ra, 10-re, akárhányra felfedezzük. Ez egy javaslat, amit a testület megszavaz, hogy vagy elfogadja, vagy nem fogadja el. Ha elfogadja, akkor bekerül, ha nem fogadja el, nem kerül be. Ennyi a javaslatnak a lényege. Úgy gondolom, hogy ezen érdemes tovább lépni. Önök is meg tudják szavazni, hogy egyet értenek vele, vagy nem értenek vele egyet. Ez a javaslatom, és kérem, hogy szavazzunk erről a kérdésről. Elsőként ügyrendi szavazást kérek arról vonatkozóan, hogy először a közbiztonsági tanácsnak a képviselőt szavazzunk, azt követően pedig a nevekről együtt és a hatalmi javaslatról együtt szavazzunk. Aki ezzel az ügyrendi indítvánnyal egyetért, azt kérem, hogy most igennel szavazzon. Kérem, hogy szavazzanak. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 26 igen szavazattal, 7 nem és 2 tartózkodással az ügyrendi indítványt a testület elfogadta. Most kérem, hogy arról külön szavazzunk, hogy a bírálóbizottság szakértői tagsága egészüljön ki a közbiztonsági tanácsnak a delegált szakértőjével, aki nem MSZP delegált, tehát nem pártkötődésű, hanem a közbiztonsági tanácsnak a szakértője. Kérem, hogy most szavazzanak. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 25 igen, 8 nem és 1 tartózkodással ezt az indítványt a testület elfogadta. Most akkor kérjem, hogy szavazzunk a határozati javaslattól egyben, azzal a kiegészítéssel, hogy a bírálóbizottság önkormányzati szakértői kiegészülnek az előterjesztésben leírtakon kívül az SZDSZ képviseletében dr. Bretter Zoltán, az Összefogás Pécsét Egyesület képviseletében Dévényi Sándor, az MDF képviseletében Blasszauer György és a Közbiztonsági Tanács képviseletében Csapó István személyekkel. Kérem, hogy a személyi javaslatokról és a határozat többi pontjáról most szíveskedjenek szavazni. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 25 igen, 1 nem és 7 tartózkodással az előterjesztést a közgyűlés elfogadta. Rátérünk a következő napirendi pontra, melynek címe Pécs város központjának megújítása című tervpályázat meghirdetése. Előterjesztőként szóbeli kiegészítésem az előterjesztéshez nincs. Megkérdezem önöket, hogy kívánnak-e az előterjesztéshez hozzászólni. Megadom a szót dr. Pávol Zsolt képviselő úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt közgyűlés. Nagyjából többé-kevésbé a kiírás szerintünk jó, tehát nincsenek komoly gondjaink ezzel, de egy-két dologra figyelmet szeretném felhívni. Mindenekelőtt arra, hogy ebben a városban volt az elmúlt évben, évek során néhány olyan köztéri beruházás, ami sajnos ma már látszik, hogy nem volt teljesen sikeres. Utalatnék a Jókai tér, ma már elhangzott egyébként kérdés formájában a problematika, tehát a Jókai tér kérdésére utalatnék a sétatér felújításáról, a padok és az utcabútorokkal kapcsolatos kritikák szinte naponta érzékelhetők.
Tehát magyarán egy pici óvatosságot szeretnék kérni a város központjának, a leghagyományosabb belvárosi résznek a átalakítása kapcsán. Tehát azt szeretném csak javasolni és a dolgot nyomatékosítani, hogy ebben az ügyben nagyon nagy tekintettel figyelemmel kell lennünk a minőségi anyagok beépítésére, az igényes munkavégzésre, a kvalitással összefüggő munkákra. Túl ezen pedig az anyag eléggé kategorikusan fogalmaz a tér, a Széchenyi tér forgalmát illetően, kitiltaná teljes mértékben a parkolóautókat, ami önmagában szerintem helyes, azonban el kell azon gondolkodnunk, hogyha a Széchenyi tér mint parkolási lehetőség megszűnik, és a nádor is mint parkolóegység a szállodai kapacitásra lesz csak szorítkozva, tehát külső személyek nem mehetnek oda parkolni, akkor mi lesz az egyébként valószínűleg növekvő gépjárművek elérésének a problematikájával. Erre mindenképpen ügyelni kellene, mert szerintem erre a Kossuth téri mélyparkoló nem lesz elegendő. Tehát erre megoldást kell találnunk. A másik dolog pedig az, hogy nyilvánvalóan a téren nagyon jelentős tömegközlekedés folyik a mai állapot szerint. Nyilván ezt is lehet, sőt valószínűleg kell is csökkenteni, azonban szeretném hangsúlyozni azt, hogy a téren, a Széchenyi téren egyfajta minimális szintű, de meglévő tömegközlekedésre szükség van. Tehát teljesen kizárni a tömegközlekedés a térről szerintem nem lehetséges. A legtöbb nagyvárosban is egyébként gondolatnék itt Grácsra, vagy akár Debrecenre, hogy magyar példát mondjak, igaz, hogy kötött pályás módon, hogy a tömegközlekedés a főtereken jelen van, még ha egyébként közlekedés nincsen. Tehát minden Pécset nyilván villamosról, meg kötött pályás rendszerről nem beszélhetünk, marad a busz, mint lehetőség. Ezért azt szeretném kérni, hogy ebben a tekintetben, a pályázat ügyében is legyünk ilyen értelemben határozottak, hogy a tömegközlekedésnek a teljes kiszorítása térről szerintem nem lehetséges, tehát ebben legyünk konzekvensek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, megadom a szót Kővári János vezető úrnak. Köszönöm, polgármester úr. Az Összefogás Pécsért frakció jónak találja azt a koncepciót, ami, illetve pontosabban javaslatot, ami ebben megfogalmazódik ebben az anyagban. Ellentétben ezúttal Páva Zsolta, mi helyesnek tartjuk, hogy a téren nem lesz, vagy legalábbis úgy javasolja a koncepció, hogy ne legyen tömegközlekedés. Szerintünk az Aradi Vértanok útjára, meg a Rákóczi útról vélhetően föl lehet jönni. És a belvárosban pedig gondolom, hogy lehet kisebb közlekedési eszközöket használni, akár ezt a most is működő kis vonatot, hogyha vannak olyanok, akik ezt a távolságot nem tudják megtenni. Minden esetre úgy gondoljuk, hogy ez egy jó irány, hogy a tömegközlekedés kikerül innen, mert ez naponta tapasztalható, hogy az Irgalmasok utcájában vagy a gyalogosok nem tudnak biztonságosan közlekedni, vagy a buszok nem tudnak közlekedni, hogy az autós forgalomról ne is beszéljünk. Tehát mi ezt támogatjuk, és jónak tartjuk a kiírást, azzal együtt, hogy nyilvánvalóan valahogy meg kell oldani majd a parkolási gondokat, amik majd ebből fakadnak. Erre biztos lesznek majd javaslatok. Még azt szeretném bejelenteni, hogy itt a szakértői, vagy megfigyelői státuszban, most nem is tudom, hova lehet jelölni itt, melyik sorba. A Bizottság szakértő tagjai közé kell szakértői megjelzni. Tagok közé, akkor szeretnénk jelölni az Összefogás Pécsért frakció Rengvászki Attila képviselő urat. Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Megadom a szót Majdik Miklós képviselő úrnak. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Én két szívfájdalmamra szeretném fölhívni a figyelmet az előterjesztéssel kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy a Király utcának a Széchenyi tér és a Líceum utca közötti szakaszáról nem beszél ez az előterjesztés, még csak a burkolatának a megváltoztatásáról vagy a cseréjéről sem. Én azt gondolom, hogy ez a Király utca első feléhez méltatlan. A második szívfájdalmam pedig az, hogy egyik előterjesztésben sem gondolunk kihangsúlyozottan a gyerekekre, a gyerekekkel időlátogató turistákra. Azt gondolom, hogy mindenféleképpen a belváros közepén, a belváros szívében kellene egy olyan helyet biztosítani, ahol nyugodt és kellemes órákat tölthetnének el azok a
a turisták, azok a pécsiek, azok a belvárosba látogatók, akik gyermekekkel érkeznek. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tényező lenne, és üde színfoltja lehetne az LKF-nek és Pécs belvárosának egy olyan emelszintű játszótér, vagy olyan hely, ahol a gyerekek jól érezhetnék magukat. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő, valóban fontosnak tartom. Európa más nagyvárosainak a főterén is nem ritka az, hogy játszótér kerül kialakításra, tehát mindenképpen a tervezésnél a gyerekprogramoknak a elhelyezésére alkalmas tervezést be kell tervezni. Révész Mária frakcióvezető asszonynak adom meg a szót. Tisztelt polgármester, tisztelt közgyűlés! A Pécsi Széchenyi tér a pécsiek számára többet jelent, mint főtér, a városnak a jelképe. Sőt, hát magunk számára is azt kell, hogy mondjuk, hogy ha valahol megjelenítik a várost, egy illusztráció megjelenik róla, akkor mindig a Pécsi Széchenyi teret látjuk, és abban a megszokott keretes szerkezetben, amiben Piacsek megalkotta a 30-as évek elején. Ez egy komoly hagyomány, és egészen biztos, hogy a pécsieket érzékenyen fogja érinteni a térnek a megváltozása, hiszen bár nem történelmileg nem volt mindig így, éppen csak 70 éves körülbelül ez a formája a térnek, de mégis a mai nemzedék ebben nőtt bele, ezt látta először, és ebben nőtt fel, és ezt szokta meg, és ezt tartja a város egyik fontos jelképének. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy bár ez a kiírás hát elég sokféle alternatívát megfogalmaz, és megfogalmazza azt is, hogy minőségi anyagokat, minőségi hát megoldásokat vár, és bizonyos mértékig a hagyománytiszteletet is, de valahogy a pécsiek, de ennek ellenére valószínűleg a Pécsi Széchenyi tér átépítésre kerül, akkor sohasem lesz olyan, amilyen volt. Nagyon sok pécsinek ez biztos, hogy szívfájdalom lesz, úgyhogy én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a tervezési munka minden fázisában a lakosságot valamilyen módon meg kell nyerni ennek az ügynek, hogy valóban örömmel vegye majd birtokba azt az újat, ami majd a következő generációnak éppen olyan elfogadott, és éppen olyan szeretett lesz, mint ahogy nekünk ez a tér volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, frakcióvezető asszony, és megkérem, hogy szíveskedjen majd a Fidesz-KDNP frakció nevében is majd a szakértői, a bírálbizottság szakértői tagját megnevezni. Dr. Páva Zsolt. Köszönöm szépen. Javaslatával messzemenek egyetértek, kérem, hogy a tervpályázati végleges kiírásban a tér archaikus és történelmi arculatának a megőrzése markánsan szerepeljen, és a bírálbizottságban delegált tagjaink és szakértőink pedig erre kiemelten figyeljenek majd oda. Sik László Lajos elnök úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Bizottságunk is, mind a kommunális bizottság hosszasan tárgyalta ezt az előterjesztést, valamint a Széchenyi tér forgalmi rendjével kapcsolatos előterjesztést is. Tájékoztatnám a közgyűlést, hogy a bizottságunk három olyan javaslatot tett a közgyűlés felé, amely a forgalmi renddel kapcsolatos. Így többen 3-2 arányban egyetértettünk valójában azzal, hogy az autóbuszforgalom az Irgalmasok utcán kereszt, az Irgalmasok utcát és a Széchenyi teret ne érintse, az Aradi Vértanok útján, illetve más útvonalon közlekedjen. Tehát az az elképzelés, amely a kelet és nyugat irányú, tehát a kórház tértől egészen a Széchenyi téren keresztül a Buzatérig terjed szakaszon egy kialakuló gyalogos tengelyre egy merőleges irányú tengely is kialakulását segítette elő. Valójában ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy az előterjesztés, ami igen szép terjedelmes és anyag, több helyen kitér arra a lehetőségre, hogy a buszközlekedés lényegében
megszűnik. Valójában erről úgy gondolom, hogy későbbiek során döntés is szükséges, hisz amely nagyban befolyásolja a belvárosnak a közlekedési rendjét. Ugyanakkor a 37. oldalon az előterjesztésben lévő térképábrával kapcsolatosan felhívnám az előterjesztőnek a figyelmét, hogy a Felsővámház utca, Felső Malom utca és a Buzatér közti Király utcai szakasz az valójában a javaslatunk szerint elsősorban gyalogos felületként szerepel, és jelen pillanatban más ábrázolással a behajtás csak engedéllyel történő felülettel jelentkezik. Ezek után én az egész előterjesztést javaslom a közgyűlésnek elfogadni. Köszönöm szépen, elnök úr, megadom a szót Nyögi Lajos frakcióvezető úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én két nevet szeretnék majd mondani, nem kell megijedni, mert nem mind a kettőt az MSZP részéről. Az MSZP részéről Hódosi Vera képviselőasszonyt javaslom, valamint Bíráló Bizottság szakértői közé javaslom majd Mészáros András urat, hiszen az az előzőben szerepelt, itt azonban nincs, tehát a szakértői felsorolásba. Ezt szeretném majd szavazásra kérni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megadom a szót dr. Bretter Zoltánnak. Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés! Én is nagyon örülök annak, hogy ez a kiírás megszületik, és ebben a formában születik meg, hiszen nagyon jó kiírásnak tartom. Köszönet az előkészítőknek azért is, mert hogy bevették nem csak az én, mások megállapításait is, amit útközben tettünk. Illetve azért örülök ennek a kiírásnak oly nagyon, mert megmutatja azt, hogy ha semmi más nem volna az Európa Kulturális Főváros, mint a közterek és parkoknak a rendbetétele, akkor már megérte elnyerni ezt a címet, hiszen alapvetően fogja befolyásolni, némiképpen megváltoztatni a város meg annyi pontját, és valószínűleg egy másfajta életminőséget fog jelenteni a városban. Igaza van Révész Máriának akkor, amikor azt mondja, hogy egy ilyen rekonstrukció problémákat fog fölvetni, illetve választanunk kell bizonyos megoldások között. Ez természetes, hogy így van, azt gondolom, és majd akkor, amikor a pályázatok megérkeznek, akkor alkalmunk lesz arra, hogy különböző utakat válasszunk arra, hogy mit is akarunk látni egy-egy téren, egy-egy parkban. Azt gondolom, hogy ez a városrész a legterheltebb, legellentmondásosabb ugyanakkor, hiszen tudjuk, hogy a kulturális események zöme itt zajlik, a kulturális bizottságban folyamatosan küzdünk avval a problémával, hogy mindenki a Széchenyi téren szeretne kulturális rendezvényt tartani, viszont itt vannak lakók, akiket ez bizonyos mértékig zavarhat. Ezt az ellentmondást természetesen föl kell valamilyen módon tudnunk oldani. Akkor itt van az, amit Pávas Zsolt képviselőtársam említ, és való igaz, a parkolási problémát valamilyen módon itt rendezni kell, hiszen ez is egy olyan súlyos helyzetet teremt az egész városban szinte, amely megoldásra vár. A tömegközlekedésről esett itt szó, magam inkább annak volnék a szószólója, mint itt Sík képviselő társam is bemutatott, hogy a tömegközlekedést tartsuk távol a belvárostól. Egy szó mint száz, azt gondolom, hogy szimbolikusan, de valóságban is ez a tervpályázat meg fogja mutatni azt, hogy mit is érthetünk Európa Kulturális Főváros kiemelt projekt alatt. Ezért azt gondolom, hogy erre kiváltképpen oda kell figyelni erre a városrészre. Mi magunk szeretnénk delegálni, mert a Szabad Demokraták Szövetsége szeretne delegálni bíráló bizottsági szakértőt Weller János személyében. És akkor már a, hogy mondjam, a
közelgő választást is meg tudják ott beszélni Páva Zsolt képviselőtársammal. Köszönöm szépen, ha már szeretném a figyelmüket fölhívni, hogy kampányrendezvénynek nem szívesen adok itt most helyet, de Széchenyi téren bármikor megtehetik, hogy vitatkoznak. Megadom a szót dr. Füredi Péternek. Köszönöm, polgármester úr. Pályázati kiírás mi is jónak tartjuk. Az MDF is úgy gondolja, hogy Széchenyi tér Pécsváros jelképe. Egy az elkészült tervnek majd lehetőleg maradandónak, de ha nem is maradandónak, hosszú távúnak, időtállónak kell lennie. Modern, de ugyanakkor a múltat, a hagyományt, a történelmet tükrözőnek lenne érdemes, hogy váljon a tér. Felmerült a gépkocsi közlekedés, amelyet úgy gondoljuk, hogy mindenképpen egyet tudunk érteni azzal, hogy kerüljön ki a belvárosból teljes mértékben, de itt a parkolás, hogy már többen is említették, nagyon fontos megoldani, hiszen a déli részen ugye az Árkád és a Kossuth téri mélygarázs ez megoldást jelenthet, a kereti részen is a Búza tér, illetőleg a ott lévő mélygarázs megoldást ad, azonban a nyugati város, a belváros nyugati részén, illetőleg az északi részen ez nem igazán látszik megoldottnak. A tömegközlekedés mérséklésével vagy akár teljes kitiltásával is egyetértünk, azonban itt alternatív megoldásként mindenképpen ugye fölmerülne, a legideálisabb persze az lenne, ha a kelet-nyugati hosszon villamos menne végig, de hát ugye a földön kell, hogy maradjunk, és azt fog ellene mondani, hogy akár egy elektromos kisbusszal, vagy bármi más környezetbarát megoldással, de azért a városlakók közlekedését segítő megoldást ki kellene találni. Javaslom a Bíráló Bizottság szakértőjeként Erdélyi József urat, városfejlesztési mérnököt. Köszönöm. Köszönöm szépen, megadom a szót dr. Schmidt József úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt közgyűlés, tisztelt polgármester úr, az elméleti vita az előbb már lefolyt, itt talán nem generálok ismételten egy ilyen 20 percig tartó vitát. A Közbiztonsági Bizottság elnökeként én javaslom ismételten Csapó urat, a Közbiztonsági Bizottság tagját, a Bírálóbizottság szakértői közé. Csapó úr a PVVRT főrendésze, a belváros kitűnő ismerője, jelenleg is sokat tesz a belváros közbiztonságáért, a kamerarendszer előkészítésében óriási szerepet vállalt, azt hiszem, hogy nála jobb közbiztonsági szakértőt ebben a kérdésben nem nagyon találnánk. Én kérem a közgyűlés, hogy fogadja el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, megadom a szót dr. Révész Mária francvezetőasszonynak. Tehát tényleg nem értem, hogy miért a közbiztonság ennyire kardinális probléma. Én javasolnék egy köztisztasági szakértőt is ebben a bizottságban. Köszönöm. Én megjavasolnék tisztasági csomagot, hogyha már itt tartunk, de hát éjféli órákon itt ezeken a fogoljó. Megadom a szót Majdik Miklós képviselő úrnak. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Úgy tűnik, hogy sikerült egy mindenkinek tetsző módosító javaslatot összehozni, ami pedig úgy szólna, hogy a tervpályázat általános tervezési szempontok közé kerüljön be játszótér kialakításának lehetősége. És ebben szeretném a támogatást kérni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezt az indítványt én messze menőleg támogatom és elfogadom. Juhász István, nem a Széchenyi tér, a belvárosban, tehát Juhász Istvánnak ügyrendi kérdésben kért szót, megadom. Igen, polgármester úr, köszönöm. Én kérdezni szeretném, hogy erről szavazni fogunk, mint módosító indítványról, ugye? Igen. Jó, hát mert csak eszembe jut, hogy Brüsszelbe sincs a főtéren játszótér. Köszönöm szépen. Nem a főtéren, de van olyan európai város, többek között Grácz, ahol a főtéren van játszótér, illetve gyerekek játszására alkalmas objektum. Jó, de erről szavazni fogunk. További hozzászólást én nem látok, akkor több szavazás következik, kérem a kitartó figyelmüket itt éjféli órán. Egyrészt szavazni fogunk arról, hogy a Bírálóbizottság rendes tagjai közé kerüljön be dr. Mészáros András. Szavazni fogunk arról, hogy a figyeljenek, mert utána meg meg kell ismételten mondanom, hogy miről szavazunk, pedig érthetően mondom. Utána szavazni fogunk arról ismételten ügyrendi szavazásként,
hogy a bírálóbizottsági tagokról kiegészítve a közbiztonsági tanács által delegált személlyel is együttesen szavazzunk, és végül pedig az egész határti javaslatról, illetve az előterjesztésről. Valamint külön fogunk szavazni Majdik Miklós úr módosító. Köszönöm a szót, polgármester úr. 2 perc szünetet szeretnék kérni. Köszönöm. Módosító indítványáról, de mielőtt erre úgy látom a képviselők számára elég bonyolult szavazási procedúrában belemennénk, az MSZP frakció kérésére 2,5 perc szünetet rendelek el. Kedves nézőink, a közgyűlés most 2 perc szünetet tart. A téma Pécsváros központjának megújítása, erre írnak ki tervpályázatot. A témát már megtárgyalták, a képviselők nem sokára szavazni fognak, ezzel jövünk vissza a szünet után. Megkérem az MSZP frakció vezetőjét, aki a szünetet kérvényeztem, ossza meg velünk azt a magvas gondolatot, illetve eredményt, amit a szünetben kompromisszumként megfogalmaztak. Körben kérem, hogy a képviselőtestület többi tagjai és jelölő képviselők szíveskedjenek áhítattal hallgatni a mondatokat. Köszönöm a szót, polgármester úr. Hogyha az előterjesztést jól értelmeztem, akkor csak a lehetőségét kell megvizsgálni annak, hogy valamilyen gyermekek számára kikapcsolódási lehetőséget nyújtó pihenő övezet kialakítását vegyék figyelembe. Próbáltam a játszótér szót nem kimondani. Így azt hiszem mindenki számára elfogadható lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor a szavazások következnek. Első alkalommal szavazunk a Majdi képviselő úr által megfogalmazott és Nyögéri Lajos által pontosított módosító indítvánnyal, hogy ezzel egészüljön ki határti javaslat 5-ös pontként. Kérem, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért, az most szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 27 igen, 29 igen, 2 nem és 1 tartózkodással ezt a közülés elfogadta. Most ügyrendi szavazást kérek arra vonatkozóan, hogy a nevekről és a határti javaslat többi pontjáról együttesen szavazzunk. Nevekről egyben és a határti javaslat többi pontjáról együttesen szavazzunk. Kérem, hogy most szavazzanak. Köszönöm, megállapítom, hogy 36 igen szavazattal az indítványt a testület elfogadta. Most pedig kérem, hogy szavazzunk a nevekről. Az alábbiak szerint a határti javaslatnak a szakértők közé javasolt tagok neve az alábbiakkal egészül neki. Az Összefogás Pécsért Egyesület képviseletében
Lengvászki Attila, a Fidesz-KDNP frakció képviseletében dr. Páva Zsolt, az MSZP frakció képviseletében Hódosi Vera, az SZDSZ képviseletében Veller János, az MDF képviseletében Erdély József, a közbiztonsági tanács képviseletében Csapó István úr, és az LKF Menedzsment Központ képviseletében Mészáros András főigazgató úr kerülne megnevezésre a hatalmi javaslat 2. pontjában a szakértők között. Kérem, hogy ezekről a nevekről együttesen, valamint a hatalmi javaslat többi pontjáról együtt szavazzunk. Most szavazzanak. Köszönöm, megállapítom, hogy 35 igen, nem szavazat nélkül, egy tartózkodással az előterjesztést a közgyűlés elfogadta. Rátérünk a következő napirendi pontra, amelynek címe kisebbségi együttműködési megállapodás megújítása, előterjesztő Kablár János kisebbségi tanácsnok. Az ülésvezetését átadom dr. Tóth Berta, nem, Gonda Tibor alpolgármester úrnak. Szóbeli kiegészítése. Megkérdezem, hogy vannak kérdés az előterjesztéshez, hozzászólás, észrevétel. Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésről. Kérem, hogy most szavazzanak. Gonda úr vegye át a vezetést, indítsa meg a szavazást. Tisztelt közgyűlés, megállapítom, hogy 32 igen szavazattal a közgyűlés az előterjesztést elfogadta. Beszámoló a Pécs városában folyó nemzetiségi kisebbségi nyelvoktatás helyzetéről című előterjesztés következik. Kérdezem, hogy van-e az előadónak szóbeli kiegészítése? Van, akkor megadom a szót Kablár Jánosnak. Köszönöm a szót, alpolgármester úr. A közgyűlés elé került beszámolót megtárgyalta mind a kisebbségi tanács, mind pedig az oktatási bizottság. És röviden szeretnék összefoglalót adni arról, hogy milyen felvetések hangzottak el a két fórumon. A német kisebbségi önkormányzat vezetője felvetette, hogy további fejlesztésre lát lehetőséget a német nyelvoktatás területén. Többek között egy óvodai csoport és egy általános iskolai osztály újra vagy megindítására lehetne lehetőség és kellene férőhely is. A belvárosi iskola átvétele is felvetődött a bizottsági ülésen. Ezt az országos német önkormányzat épp úgy át tudná venni, mint a Koch Valéria nevelési központot. Erről gondolom, hogy a közgyűlés, illetve hát a tisztségviselők a továbbiakban tárgyalásokat kezdeményezhetnének. A horvát kisebbségi önkormányzat vezetője felvetette, hogy a Miroslav Kleža óvoda általános iskola és kollégium, gimnázium és kollégium szintén mint lehetőség fölvetődött, hogy az országos horvát kisebbségi önkormányzat átvenné. Ebben a helyi kisebbségi önkormányzat is segítséget tudna nyújtani. Ez is későbbi tárgyalásoknak a témája lehet. A Pécsi cigány önkormányzat vezetője a keleti városrész problémáiról beszélt hosszabban, melyet jelentősen érint a szegregáció problémája. Ennek kapcsán szeretném megjegyezni, hogy a beszámolóban szereplő táblázat adatai
önbevalláson alapulnak, tehát törvényes módon szerepelnek az adatok a táblázatban. Összességében szeretném megállapítani, hogy a pécsi kisebbségi nyelvoktatás jó kezekben van. Szeretnék idézni egyetlen mondatot, hosszabbat akartam idézni, csak az idő előre haladtára való tekintettel nem kívánok hosszabban idézni abból a tanulmányból, amit Forrai Katalin, a Pécsi Tudományegyetem romológia tanszékének vezetője írt a kisebbségek együttélése 8. kötetében, amelyik egy nagy, széleskörű Baranya-megyei és pécsi közvéleménykutatás, szociológiai felmérés és kutatás eredményeit mutatja be. Egyetlen mondatot idéznék belőle. A nemzetiségi kisebbségi oktatás megléte, működése mind Pécs, mind Magyarország etnikai toleranciájának egyik büszkesége lehet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kár, hogy ezek a szép szavak ilyen késő este hangzottak el. De azt gondolom, hogy fontos volt, hogy Kablár tanácsnok úr ezt elmondta, mert valóban Pécsen erre a tevékenységre büszkék lehetünk. Kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni a napirendhez. Elb József jelezte, megadom a szót. A polgármester úr, köszönöm a szót. Tájékoztatni szeretném a pécsieket és a közgyűlést, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat a belvárosi általános iskolával kapcsolatosan, illetve annak átvételéről egy hivatalos levélben fordul a polgármester úrhoz. A tárgyalások megkezdése véget, természetesen az országos önkormányzat bekapcsolásával. Szakértőink elemezték a különböző juttatások és egyéb normatívákkal kapcsolatos helyzetet, és úgy gondoljuk, hogy mind a két fél részére előnyös megállapodásra van mód, úgyhogy várom a tárgyalásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Más hozzászóló nem jelentkezett, akkor kérem a közgyűlés szavazzunk a napirend elfogadásáról. Lehet szavazni. Megállapítom, hogy a közgyűlés 33 igen szavazattal egyhangulag elfogadta az előterjesztést. Kisebbségi témánál maradva a következő napirendi pontunk beszámoló Pécs megyei város kisebbségi önkormányzatainak kulturális tevékenységéről. Megkérem Kablár János kisebbségi tanácsnok urat, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. Köszönöm a szót, alpolgármester úr. A közgyűlés elé kerülő beszámolót megtárgyalta mind a kisebbségi tanács, mind pedig a kulturális bizottság, és röviden szeretném összefoglalni ezeken a fórumokon elhangzottakat. A egyik felvetés, ami úgy gondolom, hogy elkötelezettséget jelent a kisebbségek részéről, szinte minden kisebbség elmondta, hogy szeretne markánsan részt venni Pécsváros kulturális életében, és erre a lehetősége általában meg is van. A negatív fölvetés, amit én több fórumon elmondtam, többek között a közgyűlésen is már, hogy, és ez egy általános és sajnos igaz fölvetés, hogy a tisztségviselők, képviselők, köztisztviselők, közalkalmazottak, intézményvezetők gondolkodás világában nem mindig szerepel, hogy Pécset létezik, él, dolgozik 9 kisebbségi önkormányzat, hogy Pécs lakosságának egy jelentős százaléka, egy jelentős aránya a kisebbséghez, valamilyen kisebbséghez tartozik. Amikor politikusok, együttesek, városi vendégek érkeznek a városba, akkor elfelejtik, nem veszik figyelembe a kisebbségek létét. Nagyobb figyelmet kérnek erre a tényre a kisebbségi önkormányzatok vezetői. Azt is kérték,
hogy ne a kisebbségek alkalmazkodjanak a kulturális intézmények programjaihoz, hanem azok, tehát maguk a kisebbségi intézmények legyenek figyelemmel a kisebbségek ünnepeire, igényeire, kulturális igényeire. Két felvetés is érkezett, ami megfontolandó a következő költségvetés összeállításánál. A Lénauház és a Rácz-Aladár közösségi ház mindkettő kinyilvánította, hogy szeretne közművelődési megállapodást kötni a Pécs megyei jogú város önkormányzatával, ezzel mintegy biztonságosabbá és folyamatossá téve a működésüket, és ehhez természetesen erkölcsi és anyagi segítséget is kérnek. Általában elmondható, hogy a kisebbségek kulturális tevékenysége függetlenül attól, hogy ki rendelkezik intézménnyel, vagy ki nem, megfelelő és örvendetes Pécsen. A pécsi színes kulturális élet annak is köszönhető, hogy Pécsen 9 kisebbségi önkormányzat működik. Köszönöm szépen. Köszönöm én is a kiegészítést. Ebri József kért szót. Köszönöm a szót, alpolgármester úr. Készültünk erre a napirendi pontra, de sajnos a késői órák miatt a Lénau ház vezetője már nem tud jelen lenni, és nem tudja elmondani azokat a programokat, azokat a színes programokat, amelyeket az ő házában megrendezésre kerülnek. Viszont nekem lenne egy javaslatom a határozati javaslat kiegészítésére, szó szerint következő. Pécsváros önkormányzata, tehát ez kiegészíteni a jelenlegi tervezetet. Pécsváros önkormányzata nagyra értékeli a területén működő kisebbségi önkormányzatok kulturális tevékenységét. Ezen tevékenységek révén színesedik, gazdagodik a város. Pont. Kérem, fogadják el ezt a kiegészítést. Kérdezem, jegyzőasszony, van-e módja Kablár úrnak befogadni ezt a kiegészítést? Szavazni kell róla. Kablár János kért szót. Természetesen nincs jogom befogadni, de egyetértek a felvetéssel, és kérem a közgyűlést, hogy fogadja el. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm. Akkor más hozzászóló nincs is, gyorsan szavazzunk erről. Tehát Erb József javaslatát, elfogadást javasolja Kablár János is. Jó magam is, mint levezető elnök, kérem, akkor erről szavazzunk. Lehet szavazni. ...33 igen szavazattal elfogadtuk Erb úr javaslatát, és most egyben az előterjesztéstől szavazunk. Lehet szavazni. ...32 igen szavazattal, egy nem mellett elfogadta a közgyűlés az előterjesztést. Most két Európa kulturális fővárosa témával foglalkozó előterjesztés következik. Először a 2010 program megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló együttműködési megállapodás módosítása című előterjesztés. Előterjesztő Tasnádi Péter polgármester helyett dr. Tóth Bertalan alpolgármester úr. Megadom a szót alpolgármester úrnak. Köszönöm a szót alpolgármester úr, tisztelt közgyűlés. Ez a szerződés közel egy éve köttetett meg, illetve lassan pontosan egy éve. Négy oldalú megállapodásról van szó, a minisztérium, a város, az akkor még Európa Centrum KHT, valamint a Hungarofest KHT között. Az elmúlt egy éves együttműködés három olyan pontra mutatott rá, ahol a hatékonyabb együttműködés érdekében szükséges ezeknek a három pontban megfogalmazott rendelkezések pontosítása, értelmezése, illetve módosítása. Polgármester úr tárgyalásokat kezdeményezett az oktatási miniszter úrral,
és a jelen előterjesztésben megfogalmazott pontosító, módosító rendelkezésekben állapodtak meg. A három pont, amelyet említettem, a programok előkészítésével kapcsolatos, az első, a másik a promóció marketinggel kapcsolatos, a harmadik pedig a szponzorációval kapcsolatos. Nagyon röviden, a kulturális programok előkészítésénél a szerződés módosítás arról szól, hogy a művészeti igazgató előterjesztése során az önkormányzat és a Pécs 2010 KHT szabályzatait figyelembe véve a hatályos jogszabályok keretei között járhat el, melynek során, az eljárás során mind az önkormányzat, mind a KHT ezekben a szabályzatokban biztosítja a művészeti igazgató program előkészítésben és megtervezése során a szakmai önállóságát. A másik a promóció marketing, itt megszűnik a helyi, regionális, nemzetközi marketing és promóció megkülönböztetés, tehát egy egységes marketing és promóció stratégia kialakításáról van szó, ahol mindegyik fél együttműködve jár el, és közösen alakítják ki a stratégiát és a különböző lépéseket. A harmadik terület a szponzoráció. Az, hogy a minisztérium működési kereteiben szerepel ez az összeg, az egy bugyor, az egy zsák, az egy nagy kalap, amiből aztán bármi is kijöhet. Ebben az évben nem jött ki az az összeg, amennyit a kedves nézőink, elnézést kérünk a technikai hibáért, folytatjuk a közgyűlés közvetítését. Tehát a téma még mindig az Európa Kulturális Fővárosa Pécs 2010 támogatások szabályzata. Most Révész Mária, a Fidesz-KDNP frakció vezetője beszél. Ígértek, akkor a következő évben, és esetleg az ország rossz gazdasági helyzetére hivatkozóan lehet azt mondani, hogy hát akkor ennyi nem lett, hanem annyi lett, és akkor innentől kezdve már nem tudom, hogy miről beszélhetünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Más jelentkezés nincsen hozzászólásra. Kérem, akkor szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról. Lehet szavazni. Tisztelt közgyűlés, megállapítom, hogy 23 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett az előterjesztést a közgyűlés elfogadta. Tehet majd javaslatot, amelyet a főigazgató fog a polgármester úrnak megküldeni. A részletes pályázati eljárási szerepe benne határidőkkel, felelősökkel, összességében azt tudom elmondani a szabályzatról, hogy jogilag megfelelőnek tartom, és bízom benne, hogy meghatározza a kereteket, amelyben ez a pénzeszköz felhasználás jogszerű lesz, és remélem hatékony is. Köszönöm szépen. Köszönöm, alpolgármester úr. Hozzászólásra jelentkezett Só László és dr. Révész Mária. Ebben a sorban adom meg a szót először Só Lászlónak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Hát az az igazság, hogy többféle módosítással is készültem ezzel a szabályozással kapcsolatban, de hát közben megtudtam, hogy itt annyi helyen egyeztették ezt az anyagot, hogy igazán nem nagyon lehet vele nyúlni, de hát két dolgot csak megemlítenék, mert különben nem tudnék nyugodtan aludni ma. És ebből az egyik... Hol van az még? Ráadásul, igen,
Ráadásul az egyik Mészáros András főigazgató is teljes mértékben egyetért, úgyhogy én vállalom a kockázatot és módosító indítványt fogok előterjeszteni. De előbb az elvi megjegyzésemet szeretném elmondani. Ha már nem lehet módosítani, akkor ez legyen egy jövőbeni tanulság mindenféle ilyen szabályzatok készítésével kapcsolatban. Ez pedig a koncepció szóval történő óvatosabb bánásmód, vagy mondhatni, hogy az előterjesztő igényességének a jelzője, hogy ebben az egyébként nem túl hosszú időtartamban a következő koncepciós kifejezéseket tartalmazza az anyag. Egységes és összefoglaló koncepció, aztán tárgyévre vonatkozó koncepció, aztán tematikus koncepció, és mindkét vonatkozásban használja jelző nélkül a koncepció szót a szöveg, tehát itt ilyen némi iránytű és egyéb kutakodás kell, hogy most mire gondol a tervezet. A koncepció az egy elég magas rendű kifejezés, azt is lehet lépcsőzni, lehet alrendszerekre bontani, évre vonatkozóan célszerű stratégiáról beszélni, ha itt a konkrét rendezvények témájáról is szól a dolog, azt lehet programnak nevezni, vagy éves tervnek nevezni, de semmiképpen nem tematikus, meg éves, meg összefoglaló mindenféle koncepciónak. Na, ez volt a pufogás, ez elment. A másik dolog viszont a római hatos fejezetet érinti. Ebben a negyedik pontja önkormányzati felelőst és felelősséget fogalmaz meg, az ötödik pontja pedig a Pécs 2010 KHT ez kapcsolódó felelősséget. Én nagyon kérem a tisztelt közgyűlést, hogy legyen egyenértékű ez a két felelősség. Amikor a négyes pontban az önkormányzat tekintetében a polgármestert nevezi meg egyértelműen felelősnek, akkor az ötös pontban a Pécs 2010 KHT főigazgatója illik, hogy a felelős legyen, hiszen ezek olyan személyi felelősségek, amelyek nem értelmezhetők úgy. Na most, ha szintaktikai vagy szemantikai funkciókat elemeznénk, akkor ha valaki figyelmesen elolvassa, az ötös pont színe így szól, az LKF rendezvényekkel kapcsolatban a Pécs 2010 KHT a felelős, az E pontban kiderül, hogy a KHT működéséért a KHT a felelős. Tehát azért ekkora maflóságot már tényleg ne hagyjunk benne. A KHT működéséért, az összehangolt önkormányzati kapcsolatért a KHT főigazgatója legyen a felelős. Kérném szépen ezt a módosítást elfogadni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megadom a szót Papilit főjegyzőasszonynak. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtestület. Bár az előző napirendeknél volt, amiből nem értettünk együtt sok képviselő úrral, most viszont teljesen egyetértünk, és köszönöm, hogy a jogi érzékenységével alátámasztotta azt a jogi véleményt, amelyet mi hozzá csatoltunk az előterjesztéshez. Abban is pontosan megfogalmaztuk, hogy a KHT ügyvezető igazgatója, Mészáros úr főigazgató felelős mindenért. Úgy, ahogy az önkormányzat nevében a polgármester úr, úgy a KHT-nál nyilvánvaló az ügyvezető. Ezért én is kértem, bár ezt nem sikerült a bizottságon elfogadtatni, hogy ez kerüljön pontosításra. De köszönöm szépen, hogy alátámasztotta a jelzésünket, és erről szól egyébként ez a csatolt feljegyzésem is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hozzászólás engedett Révész Mária, megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Hasonlókat szerettem volna jelezni, mint sok képviselő úr, és a Kulturális Bizottságon az eredeti előterjesztés jogszerű volt, és nevesítve volt a főigazgató, mint felelős. És én már néhány közgyűléssel ezelőtt, amikor először napirendre került a téma, mondtam, hogy nagyon üdvösnek tartjuk, hogy a támogatások felhasználása szabályozottan fog történni, és a szabályzat bejött, de abban a formában, ahogy a Kulturális Bizottság elé tegnap előtt került, vagy nem is tudom már melyik tegnap volt, szerdán volt. Hát abban a formában nem tudtuk elfogadni, vagy nem tudtam elfogadni, mert jegyzőasszony jelezte, és egy írásos feljegyzésben nyomatékosította jogi agályait, de ez akkor az ott szavazókat nem nagyon zavarta, és megszavazták azt az előterjesztést, ami aztán ide került elénk, és amiben hát ezek az anomáliák szerepelnek, amit sok képviselő úr itten hát elénk tárt. Azt gondolom, hogy hát ezt az előterjesztési problémát azért föl kellett volna oldani már előbb, és nem ebben a formában idehozni. Úgyhogy jegyző asszonynak van
már törvényességi aggály, akkor ezt a talán az előterjesztőknek észre kellene venni. Még egy megjegyzésem volna, ez pedig egy technikai megjegyzés. Az Európa Kulturális Fővárosa elnevezésű határozati javaslatok és előterjesztések egy része LKF, stb. Előterjesztés és határozati javaslatként fut. Valamilyen módon egységesíteni kellene a címeket, legalább a határozat címeket, mert a határozatok között kereshetetlenek az LKF-es határozatok, mert egy része hát az LKF-re kijön, de miután Európa Kulturális Fővárosával van esetleg címezve, tehát nem... legalább kétféleképpen kell keresni, ahogyha a számítógépes rendszerbe próbálunk előbbre jutni, vagy azt rendetetésszerűen használni. Tehát arra szeretném kérni jegyzőasszonyt, hogy a jövőben törekedjenek arra, hogy ha az Európa Kulturális Fővárosát kiírják a határozatban, a zárójelbe LKF szerepeljen, és akkor az LKF-re mindig, tehát az LKF keresésre mindig előjönnek ezek a határozatok, és egyszerűbbé válik a helyzet. Abban az esetben, hogyha a közgyűlés ezt a anomáliát feloldja, ezt a törvényességi anomáliát feloldja, akkor tudjuk támogatni, ellenkező esetben nem. Köszönöm szépen az előterjesztést. Köszönöm szépen, megadom a szót dr. Opár Péternek. Köszönöm szépen a szót, tisztelt közgyűlés. A Kulturális Bizottság legutóbbi ülésén ez is egy hosszú napirend volt. Elég hosszú ideig volt róla szó, nyilván ezt nem is kívánjuk felidézni most a közgyűlés előtt, azonban fontosnak tartjuk azt, hogy a címzetes főjegyzőasszony megjegyzése az nagyon fontos lehet a működés jó mederbe terelése érdekében. Tehát, hogyha egy cég működését a hatályos törvények szerint az ügyvezető igazgató képviseli, akkor ő is a felelős a működésnek. Tehát nagyon fontos lenne, hogy valóban ne vonjuk már meg a főigazgatótól azt a jogot, hogy ő képviselje a céget, és ő legyen a felelőse, túl azon, hogy a jogi megjegyzés megfelelő mértékben a szabályozást jogilag tisztába tenni. Emellett ugyanakkor, tehát további frissítésekre fog szorulni majd nyilván a szabályzat. Emellett pedig dr. Tóth talán a polgármester úr feljegyzése és felvetése volt itt néhány kiragadott pont, amiből hát azért egy picit óvatosan bánnék a polgármester úr helyében a fenntarthatóság örökös hangsúlyozásával, mivel nagyon ügyesen van fogalmazva a római 6. pont 2a bekezdése, ami eddig nem volt benne a szabályzatban, most került bele frissen, a legutóbbi kulturális bizottság elé került be, itt is hangsúlyozottan szerepel a fenntarthatóság a megalapozó koncepcióban. A fenntarthatóság nagyon sok minden tekintetben elvárható kérdés és feladat az önkormányzati intézmények működésében is. De amikor kulturális főváros megrendezésére készülünk, akkor azt gondolom, hogy a kultúra területén, amikor arról esik szó, hogy párhuzamosságok vannak, és sok helyen vannak a városban párhuzamosságok, ezeket szüntessük meg, és legyen racionalizálás az intézmények működése terén például, akkor nagyon szépen kérem, hogy nagyon körültekintően és nagyon óvatosan nyúljunk hozzá a kulturális területnek a párhuzamosságainak megszüntetéséhez, vagy racionalizálásához, hiszen esetleg úgy vághatunk rossz sebész módjára, hogy aztán nagyon fontos idegek is áldozatul eshetnek a vágásnak. Tehát mindent a fenntarthatóság eszméje alá begyűrni egy Európa Kulturális Fővárosa esetében nem lehet. A kultúra nyilvánvalóan nem önfenntartó funkciójú terület, tehát áldozni kell rá, ezt mindjárt tudjuk és mindjárt készek vagyunk rá. Úgyhogy óvatosságra szeretném kérni, ha nem is inteni a polgármester urat, hogy a fenntarthatóság ugyan a szabályzatban ügyesen van fogalmazva, de ne elsőrendű szempont legyen a kultúra területén 2010-ig semmiképp. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen. Hoppál képviselő kérdésére most szeretnék azonnal reagálni. Áttekintve itt a szöveget, ebben nem... nincs megfogalmazva, milyen fenntarthatóságról van szó. Ez vonatkozik a szakmai fenntarthatóságról is,
fenntarthatóságra is, tehát úgy gondolom, amiatt is aggódik ön, hogy szakmailag egy program fenntartható legyen, aminek egyik feltétele rendszere, hogy az pénzügyileg is meg legyen alapozva. Tehát úgy gondolom, nem a pénzügyi megalapozottságról és fenntarthatóságról van csak szó, hanem hogy a program szakmailag értékeit tekintve fenntartható legyen, de azért nem szerepel benne, hogy milyen fenntarthatóság. Általában értékoldalról megközelítve a fenntarthatóságot tartjuk fontosnak. Köszönöm szépen, dr. Tóth Bertalan alpolgármesternek adom meg a szót. Köszönöm, polgármester úr, nagyon röviden reagálnék Hoppá képviselő felvetésére. Egyetértve polgármester úrral több szempontú fenntarthatóságot kell figyelembe venni, viszont azt is tudomásul kell vennünk, hogy az Európai Unió forrásait úgy biztosítja, és nem csak Pécsnek, hanem Magyarország számára is minden operatív program és minden fejlesztésnél, hogy ott a pályázónak a fenntarthatóságot be kell mutatnia. Az Európai Unió nem azért biztosítja számunkra ezeket a pénzforrásokat, hogy felelőtlenül elköltve ne tudjuk hasznosítani a jövőben. Nyilván ezeket a szempontokat, amelyeket ön említett, figyelembe kell venni, de ez egy igen komoly Európai Uniós elvárás. Majd a bírálat során én azt gondolom, ha nem is teljes mértékben, de jó részben ez is szempont lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen, megadom a szót Révész Mária frakcióvezetőasszonynak. Tényleg nem tudom, hogy miről beszélünk, én úgy tudtam, hogy arról beszélünk, hogy a Pécsi Önkormányzat által a programokra biztosított pénz elosztásának vagy felhasználásának a szabályairól beszélünk. Akkor viszont nem tudom, hogy jönnek ide az Európai Unió, és nem tudom mik. És azért ez a mondat, már bocsánat, hogy ilyenkor ilyesmivel terhelem tisztelt közgyűlést, de azért azt mondanám, hogy a hatodik fejezetnek az a címe, hogy az ELKEF rendezvénynek közreműködő kiválasztásának szabálya. Tehát pályáznak az ELKEF rendezvényekre. Na most a második pontban viszont azt mondja, az elbírálás bírálati szempontjainak megalkotásához szükséges elkészíteni az azok alapjául szolgáló ELKEF kulturális koncepciókat. Hát már ez is azért, most nem tudjuk pontosan, hogy melyik koncepcióról van szó, visszautalva a képviselő úrra, hogy melyik értelmezés a koncepciónak, és hogyan viszonyul azokhoz a koncepciókhoz, amelyeket már a Város Önkormányzata megrendelt. És akkor az A pont, amelyet a képviselőtársam Hoppá Péter már kifogásolt, és amelyet most megmagyarázott alpolgármester úr, de szerintem nem kielégítően, az arról szól, hogy elsősorban a 2009-2011 évek, valamint a 2010-es ELKF év részletes és átfogó, a kulturális alapú városfejlesztés keretében megvalósuló fejlesztési projektek szükségességét alátámasztó, azok fenntarthatóságát megalapozó koncepcióját. Na most a fenntarthatóság itt jött problémaként, hogy tulajdonképpen mi most egy olyan támogatási szabályzatot próbálunk elfogadni, tehát próbáltak alkotni és próbálunk elfogadni, amely arról a pénzről szól, amelyet az önkormányzat biztosít erre a feladatra, és aztán ebbe véletlenül beletuszakolódott néhány olyan dolog, ami hát lehetséges, hogy szükséges, de nem ebben az összefüggésben. Ezt azt hiszem, hogy joggal kifogásoltuk, és itt valami fogalomzavar van ezzel a betéttel, vagy ezzel az A ponttal. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További hozzászólásra nem látok igényt. Szeretnék frakcióvezető asszony gondolataira reagálni. Bennem ebben a pontban nincsen fogalomzavar, én pontosan tudom értelmezni. Ha kívánja, akkor bőven, akár fél órán keresztül ki tudom önnek fejteni, hogy milyen koncepciókról beszéltünk, illetve ez az anyag utal egyrészt a mai nap folyamán elfogadott városfejlesztési koncepcióra, azzal is összhangban kell lennie az ezekben a pontokban jelzett koncepcióknak, összhangban kell lennie az integrált városfejlesztési stratégiával, és összhangban kell lenni azzal a városi kulturális koncepcióval, amely remélem hamarosan most már elkészül. Egy év után ígérik nekem az ezzel foglalkozó szakemberek, többek között a Kultúrás Bizottság is, hogy elkészül ez a koncepció, azzal is összhangban kell lenni az adott évi támogatásoknak és a 2010-es évnek a fő programjának is. Úgy gondolom, hogy a szakmai fenntarthatóság, a hosszú távú fenntarthatóság benne a pénzügyi fenntarthatósággal erre is vonatkozik, amit az Európai Unió általában minden tagállamtól megkövetel, és itt válaszolok arra a kérdésre,
amelyet ön föltett, és részben Hoppá Péterrel és egy kis ellentmondásba keveredett, hogy attól még, hogy mi adjuk a pénzt, és nem az Európai Unió, attól annak ugyanazok a szabályok is érvényesek, hogy fenntarthatónak, szakmailag megalapozottnak kell lenni. Ebből a szempontból nekem teljesen mindegy, hogy Brüsszelből érkezik a pénz, vagy Budapestről. Az az elvárásom a Management Központ és a 2008-9-10-es évi programokat tervező kollégákkal szemben, hogy csak szakmailag megalapozott és fenntartható programokat finanszírozzunk. Tekintettel arra, hogy abban egyetértés volt valamennyi oldaláról, hogy az Európa Kulturális Fővárosa Program az egy kulturális alapú városfejlesztésnek a része, de a lehetőséget úgy kell kihasználni, hogy olyan kulturális értékeket alapozzunk meg, hozzunk létre a városban, amely nem csak 2010-re, hanem 2010 után is hosszú távra ennek a városnak a fejlődését és a kulturális potenciált meghatározza és erősegíti. Ebben az értelmezésben fontos a fenntarthatóság, hogy ne csak 2010-ben legyen működhető és fenntartható, hanem lehetőleg 2010 után hosszú évekre, évtizedekre vagy évszázadokra. Köszönöm szépen, megadom a szót Révész Mária frakcióvezető asszonynak.